कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द दाधान शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द Eu dou cartão. Então, mas não havia até carta, ela não tipo. Um par perto. Outro mindan queijo. És amikor énekeljük, akkor ezt lezárod? Ezt a mikrofont? Nem hallom. Ezt lehalkítod, és hol lesz felvéve a kirtan? Aha. Szóval nincs egy kinti mikrofon. Hare Krishna. Jó, az jó hangos. Lehet, akkor bekapcsolunk. Jó, akkor megy. Hare Krishna, everybody. Welcome to Chaitanya Mahaprabhu's Travels. Hare Krishna, mindenkinek szeretettel köszöntünk benneteket az Úr Chaitanya utazásai szemináriumon. Let me just connect over here as well.
And this is 8. Hare Krishna. So this is the our 8th following of Chaitanya Mahaprabhu's travels. Ez a 8. előadás, ahol az Úr Chaitanya utazásait követjük. Hare Krishna. And we just got like to start off by asking for all the Vaishnavas, Vaishnavis prayers. Szeretném azzal kezdeni, hogy megkérjem a Vaishnavákat és Vaishnavikat, hogy imádkozzanak. For all the devotees who are suffering from COVID. Mindazokért a baktákért, akik COVID-tól szenvednek. And especially today I received a as magas a brahisa as it you today I just got received a picture of Panchajangri Prabhu in Sridhar Mayapur. Kaptam egy képet Panchajangri Prabhuról, Sridhar Mayapurból. He's still in a very sort of critical state, but at least he's in Mayapur. Még mindig kritikus az állapota, de legalább Mayapurban van. And for all the devotees around the world. És a baktákért világszerte. But especially in India. De főleg Indiában. Hare Krishna. We keep everyone in our prayers and hope that whatever circumstances Krishna puts them in, they're always able to remember Krishna. Mindenkit az imáinkban tartjuk, és reméljük, hogy bármilyen körülmények közé is kerüljenek a bakták, tudnak emlékezni Krishnára. Last week, for health reasons, we didn't have a class. A múlt héten egészségügyi okok miatt nem volt lecke. My health reasons. Az én egészségügyi problémáim miatt. Wasn't related to the virus. Nem kapcsolatos dolog volt. So, just to mention, who over the last 2 weeks we had our Nityaseva patrons. Csak hogy említsem, az elmúlt 2 hét alatt voltak Nityaseva támogatóink. Krishna Kiran Das, he is also someone who recovered from COVID. Krishna Kiran Das, ő is egy olyan bakta, aki kigyógyult a COVID-ból. Not recently, but last year. Nem most, hanem tavaly. And his wife, so we thank them very much. És a felesége, úgyhogy köszönjük szépen nekik. And Kovács Andrea, she is making her Nityaseva payment. És Kovács Andrea is egy Nityasevát fizetett. And we have a Venyige Robert and Nishinga Reddy Katkam. És ez a két bakta. Thank you to them. I'd also like to thank the Dokia family. They responded to our last Gorpurnima invitation. És köszönetet szeretnénk mondani a Dokia családnak is, akik szponzorálták a Gorpurnimot. No. Meghívtam őket Gorpurnima. Akiket meghívtam Gorpurnimra. And I invited them to devotees to sponsor the paintings in the Budapest temple room. És invitáltam, hogy szponzorálják a budapesti templomban a festményeket. So they're sponsoring the paintings. Úgyhogy a festményeket szponzorálják. And thank you to them. Köszönet nekik. And in general, I just want to thank devotees who are donating. És általában szeretnék köszönetet mondani azoknak a baktáknak, akik adományoznak. I don't want to list everybody. Nem akarok mindenkit felsorolni. In any case, the list isn't long enough. De nem elég hosszú a lista. So, thank you anyway. Így is köszönet. And let's start with chanting.
És kezdjük az énekléssel. Chanting Chaitanya Mahaprabhu's mantra for South India. Énekeljük Chaitanya Mahaprabhu dél-indiai mantráját. Interestingly, we don't have any indication that he was chanting this later on in North India. Érdekes, hogy nincs arról szó, hogy ezt később is énekelte volna Észak-Indiában. Anyway, we are chanting it here now. Minden esetre mi most énekeljük. Krishna, 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 Hare. Krishna, 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 Hare. Krishna, 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 Rakshama. Krishna, 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 Pahima. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahima. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahima. Krishna, 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 Rakshama. Krishna, 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 Pahima. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahima. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahima. Jai Om.
Vishnu Padmanabhanga Parivakchaya Sutra Sisyadaya Charanarvinda Bhakti Vinanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pat Sisimad Bhakti Stanta Sarasit Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Anant Kata Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Chai Shri Das Thakur Ki Jai. Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jeeva Gopala Bhatta Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Prem Sko Shaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Sadi Gaur Bhakti Vrinda Ki Jai. Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Sisi Radha Shyam Sundar Ki Jai, Mathura Vrindavan Dham Ki Jai, Simai Punavrit Dham Ki Jai, Ganga Mai Jumumai Ki Jai, Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai, Nitai Gaura Premanandi, Vindicho Shega Bhaktaka, Vindicho Shega Bhaktaka, Vindicho Shega Bhaktaka, Vindicho Shek Shiguru Shiguranganaka. All glories to the assembled devotees. Our classes, our seminar, you could say, has been about devotees who Chaitanya Mahaprabhu meets in his travels. A szemináriumunk azokról a baktákról szól, akikkel az Úr Chaitanya találkozik az utazása során. Of course, we're covering Lord Chaitanya's traveling and touring South India. Persze az Úr Chaitanya utazását tekintjük át, azt, ahogy bejárja Dél-Indiát. Some of the major holy places that he goes to. Megnézzük a fő szent helyeket, ahova ellátogat. And sort of describe some of their significance. És azoknak a jelentőségéről is beszélünk. And we're seems like covering a period of 16, 17 months, something like that. És úgy tűnik, hogy olyan 16-17 hónapot fedünk le. And Lord Chaitanya's traveling for about a year of that time. Tekintünk át, és ebből az Úr Chaitanya körülbelül egy évet utazik. So he gets down to Sri Rangam for Chaturmasya. Chaturmasyára leér Sri Rangamba. And then he goes up the west side and comes back down in time for Chaturmasya in Puri. És a nyugati oldalon megy vissza, és aztán visszaér a Chaturmasyára Puriba. So he leaves in April and he returns in June. Áprilisban indul, és júniusra ér vissza. Throughout these travels we get instruction from Kaviraj Goswami about the significant teachings that Chaitanya Mahaprabhu gives. És Kaviraj Goswamitól megtudjuk, hogy az utazása során Chaitanya Mahaprabhu milyen jelentős tanításokat ad át. In other words, what's his shiksha? Vagyis, hogy mi a siksája? And we also constantly hear about Lord Chaitanya's Nam Sankirtan. És állandóan hallunk az Úr Chaitanya Náma Sankirtanjáról is. I've sort of mentioned in passing the other influence of Chaitanya Mahaprabhu, which is his persona, his personal presence. És említettem, hogy az Úr Chaitanya a saját személyes jelenlétével is hatással volt a környezetére. And that's what I'm going to speak about today. És ma erről fogok beszélni. I'm not going to travel anywhere, not going anywhere. Most nem fogunk utazni, nem megyünk sehova. Because in the travels, Lord Chaitanya is meeting with a lot of people who we don't get any record of. Az Úr Chaitanya utazásai során nagyon sok emberrel találkozik, akivel kapcsolatban nincsenek feljegyzéseink. What happens to them? Velük mi történik? For the most part, they all hear him chant.
általában mindannyian hallanak és énekelnek. And we know that some people he meets and he inspires them to take responsibility for his mission. És tudjuk, hogy vannak olyanok, akikkel találkozik és arra inspirálja őket, hogy vállaljanak felelősséget a missziójára. But for the most part, Lord Chaitanya is meeting people on the road. Az idő nagy részében az Úr Chaitanya találkozik az emberekkel az úton. Other people are following him, coming to see him. Vannak, akik követik őt, hogy láthassák. He's not preaching to those people. He's not speaking to them. Nekik nem prédikál, nem beszél hozzájuk. So, but the holy name has its influence. De a szent névnek megvan a hatása. Well, there's something else that has its influence. És valami más is van, aminek megvan a hatása. Which is as pervasive in Chaitanya Mahaprabhu's pilgrimage as the holy name. Ami épp olyan nagy hatású az Úr Chaitanya az Arándok útja során, mint a szent név. And that's what he looks like. És az, hogy is néz ki ő. And that's something everyone sees. És ezt mindenki látja. I'm just going to sit on this. And everyone gets to see that. És ezt mindenki láthatja. According to who they are, it will affect them in different ways. És azt szerint, hogy kik is ők, más hatással lesz rájuk. And Chaitanya Mahaprabhu also manifests his potency through this feature of his beauty. És Chaitanya Mahaprabhu a szépségén keresztül is megnyilvánítja a potenciáját. So I'd like to speak about that for today. És ma erről szeretnék beszélni. It's in one sense the unspoken effect of Lord Chaitanya's teachings. Ez az Úr Chaitanya tanításainak az egyik olyan hatása, amiről nem nincsen szó. It is mentioned throughout Chaitanya Charitamrita. Van róla szó különböző helyeken a Chaitanya Charitamritában. But just that, in individual statements. De csak egy-egy kijelentést találunk itt-ott. It's not in any focused way, as for instance his instructions to Ramananda Roy. Nincs úgy összeszedve egy helyre, mint ahogy például a Ramananda Roynak szóló utasítások. Or his exchange that he's going to have in South India with Venkatabhata. Vagy ahogy a Dél-Indiában Venkatabhattával való találkozása meg van örökítve. Or his explanation of the importance and tattva of chanting. Vagy ahogy magyarázza az éneklésnek a fontosságát és tattváját. But it's happening. De történik. And for the most part, for most of the people, this is what has the effect with them, along with the chanting that they hear. És a legtöbb ember számára ebből jön a hatás, amellett, hogy hallják azt is, ahogy énekel. So, let's just review where we are. Nézzük meg, hogy hol is tartunk. I mean, literally, we are here at Siddhavata. Siddhavatában vagyunk. We can see on this map all the way up in the corner there, right-hand corner is Jagannath Puri. Látjuk a térképnek a jobb felső sarkában ott van Jagannath Puri. So Chaitanya Mahaprabhu has now come 1500 kilometers. És Chaitanya Mahaprabhu most már 1500 kilométert megtett. I mean, this is a big place, India, and there's a long way to go. India egy nagy ország, és sok utat meg lehet tenni. I would expect that Chaitanya Mahaprabhu has a plan. Azt gondolnám, hogy Chaitanya Mahaprabhunak van egy terve. A plan as to where he wants to be in Chaturmasya. Hogy hol is akar lenni a Chaturmasya során. I mean, he's all cognizant, so he knows everything that's going on everywhere. Ő minden tudó, tehát tudja, hogy hol mi történik. So, but that means that Chaitanya Mahaprabhu's travels are quite intense. Ez azt jelenti, hogy Chaitanya Mahaprabhunak az utazásai elég intenzívek. Now, on one timeline, I've seen someone mentioned that he was in Sri Rangam from August.
Az egyik időrend, de amikor néztem, ott azt írták, hogy augusztustól Sirangamban volt. Now that would make it a very, very late Chaturmasya. Az egy nagyon-nagyon késői Chaturmasya lenne. The Chaturmasya will start middle of June. A Chaturmasya általában június közepén kezdődik. In any case, but he's already starting in April. De már áprilisban elindul. In Puri. Puriból. So he's got May, June, July. He's got 3 months. Hát 3 hónapja van. That means he has to travel at a certain pace in order to get there in time. Tehát megvan, hogy mennyi, milyen tempóba kell haladni ahhoz, hogy időben odaérjen. Nonetheless, as we discussed, there was this Ramnam Brahmana. De ahogy beszéltünk róla, volt ez a Rámanám a Brahmana. And Chaitanya Mahaprabhu thought it was important enough to speak with him to actually then backtrack. És Chaitanya Mahaprabhu elég fontosnak gondolta azt, hogy beszéljen vele, és aztán visszamenjen hozzá. But in all of these travels, Chaitanya Mahaprabhu was blessing people. De az utazásai során Chaitanya Mahaprabhu megáld embereket. Sangopangashta parshadam. So in Bhagavatam verse, this word astra is there, weapon. A Bhagavatamban szerepel ez a szó, hogy astra, ami azt jelenti, hogy fegyver. And Lord Chaitanya's weapons are his associates. És az Úr Chaitanya fegyverei a társai. And also his beauty. És a szépsége. Previously, when Krishna appeared, Krishna killed the demons with his weapons. Korábban, amikor Krishna megjelent, akkor a fegyverével pusztította el az embereket, now, a démonokat. There's no question of killing demons, because there'd be nobody left. Most itt nincs szó a démonok elpusztításával, mert akkor nem maradna senki. So it's rather the demoniac mentality that's meant to be destroyed. Inkább a démonikus mentalitás pusztítja el. Kicsit hangos ezért, és hogyha halkabbra rakod, akkor nem lesz olyan hangos. Demoniac mentality means sense gratification, impersonalism. Démonikus mentalitás azt jelenti, hogy érzékkielégítés, impersonalizmus. These are the things that now Lord Chaitanya is destroying within the hearts of people and converting them. Ezeket pusztítja el az Úr Chaitanya az emberek szívében és megtéríti őket. The effect is the same. A hatás az ugyanaz. Either by his influence or by his killing, the result is the same. Akár a személyes befolyása által éri ezt el, akár a megölésével, az eredmény az ugyanaz. Some people may think that it's, you know, a little more pacifist and a little nicer if Krishna doesn't kill people. Vannak, akik azt mondják, hogy hát békésebb és szebb, hogyha Krishna nem öl meg másokat. For him it's all the same. Neki ez ugyanaz. And the end result is the same. És az eredmény is ugyanaz. People become free from their demoniac mentality. Az emberek megszabadulnak a démonikus mentalitásoktól. At least most of them do. Legalábbis a legtöbben. For instance, Hiranyakashipu, Hiranyaksha didn't become free from their demoniac mentality. Hiranyakashipu és Hiranyaksha nem szabadultak meg a démonikus mentalitásoktól. But they're in a special category. De ők egy különleges kategória. So, Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Salakaya Chakshurun Militam Jena Tasmaya Shri Guruve Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhuritananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shri Gaur Bhakti Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. What is being beautiful? Mit jelent a gyönyörűnek lenni? What does it mean that we say Lord Chaitanya is beautiful? Mit jelent az, amikor azt mondjuk, hogy az Úr Chaitanya gyönyörű? So, a
I mean, viewers can't see, but we're surrounded with all these beautiful paintings of Lord Chaitanya's pastimes. A nézők nem látják, de itt körülvesznek minket Chaitanya Mahaprabhu kefteléseinek a gyönyörű festményei. We'll give some picture of Lord Chaitanya. Fogunk néhány képet mutatni az Úr Chaitanyáról. We have paintings of Lord Chaitanya. Vannak festmények az Úr Chaitanyáról. There are some that are considered to be very, very authentic, very real. Van, amit nagyon hitelesnek, nagyon valóságosnak tekintenek. In other words, that they really represent the Lord's features. Vagyis, hogy nagyon szépen képviselik az Úr vonásait. One thing is Lord Chaitanya's imposing stature. Az egyik az Úr Chaitanyának ez a nagy hatású jelenléte. Especially he's in South India from Bengal going south, people are of relatively short stature. Tehát így a felépítése Dél-Indiában az emberek általában elég alacsonyak. You know, you can say they're medium height. Lehet mondani, hogy ilyen közepes magasságban. If you go to Punjab, which is the place of Kshatriyas, then they're of larger build. Hogyha Punjabba megy az ember, ott Kshatriyák élnek, és ők ilyen erősebb megjelenésűek. But now Chaitanya Mahaprabhu is beyond large. De Chaitanya Mahaprabhu nagyobb a nagynál. He's like, you know, if he was a basketball player, he would really qualify. Hogyha kosárlabda játékos lenne, akkor képesített lenne. So, seven Prabhupada, 7.5 feet. Prabhupada mondja, hogy 7.5 láb magas. That's more than just, you know, tall is 6'2", 6'6" is like big. A két láb, 2.2 láb, 2.6 láb, az már nagyon magas. 2.2 láb, méter. Méter? Méter, nem láb. Az törpe. 2 vagy 7? 6.2, igen, bocsánat. That's like very, very big. Az nagyon nagy. And he's not lanky, he's broad. És nem hogy ilyen nyúlánk magas, hanem így széles. Broad shoulders, broad chest. Széles a mellkasa. But don't picture him to be a weightlifter. De ne egy ilyen súlyemelőnek képzeljétek. Or even a type of western, well not a western, but muscular body. It's not like that. Ne egy ilyen nyugati izmos testű személynek képzeljétek. So it's spiritual. Lelki teste van. So just this imposing physical presence, that in itself is just so domineering. Tehát ez a fizikai megjelenése már önmagában olyan jelentős. But as tall Chaitanya Mahaprabhu is, that's how beautiful he is. De amilyen magas az Úr Chaitanya, olyan gyönyörű is. His complexion, his features, his eyes. A színe, a vonásai, a szemei. His movement. A mozdulatai. So what does it mean to be beautiful? Tehát mit jelent gyönyörűnek lenni? Throughout Shastra we always hear comparisons of being made to lotus eyes. A Shastrában mindenhol látjuk azt, hogy hasonlítják a szemeit a lótuszhoz, lótusz szeme van. And there's a general misconception of what it means when you compare when lotus eyes. What does this mean? It means that there is the object, there's the organ, and then there's some object that we're comparing it to. És van egy általános félreértés azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent ez a lótusz szem, mint hogyha lenne egy szerv, meg van a lótusz virág, és ahhoz van hasonlítva. So the object is given as the standard of beauty. Tehát a tárgy képviseli a szépségnek a standardjét. As when we say lotus eyes, the misconception is that Lord Chaitanya's eyes are compared to the lotus. Tehát amikor azt mondjuk, hogy lótusz szem, akkor a félreértés az, hogy az Úr Chaitanya szemét egy lótuszhoz hasonlítjuk. In other words, we think Lord Chaitanya's eyes are as beautiful as a lotus. Vagyis azt gondoljuk, hogy az Úr Chaitanya szemei olyan gyönyörűek, mint egy lótusz. But that's wrong. De ez tévedés.
So Lord Chaitanya's eyes are not being compared to a lotus. Nem az Úr Chaitanya szemét hasonlítják egy lótuszhoz. First of all, it would be it's a completely philosophical misconception. Igazából ez egy teljes filozófiai félreértés lenne. That means you're comparing the creator to his creation. Azt jelenteni, hogy a teremtőt a teremtéséhez hasonlítod. And you're defining the creator by the standard of his creation. És a teremtésének a standardjével próbáló definiálni a teremtőt. So that's not the way it is. Nem így van. The reality is that he's the standard. A valóság az, hogy ő maga a standard. Krishna is the standard, Gaura is the standard, they are the standard of beauty. Krishna, Gaura a szépség standardje. A lotus just reflects a little of that. És a lótusz az csupán tükröz valamit ebből a szépségből. So, let's see a verse here in the Bhagavad Gita. Nézzük ezt a Bhagavad Gita verset. Who knows the verse? Ki ismeri ezt a verset? Okay, devotees need to apply themselves. Baktáknak kell erőfeszítést tenni. I don't know how many people out there know the verse, but this is like a standard verse. Nem tudom, hogy a nézők közül mennyien ismerik, de ez egy alapvers. Krishna says, yad yad vibhuti mat sattvam srimad urjitva evabha tattad evavagacchattam mamma tejom sasambhavam. Know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor. Tudd meg, hogy minden fenséges, gyönyörű és dicsőséges teremtmény pompám szikrájából születik csupán. He is the beauty. Ő a szépség. And everything that's beautiful comes from him. És minden, ami gyönyörű, az belőle ered. They reflect an aspect of Krishna's beauty. Krishna szépségének egy aspektusát tükrözi. And so here the verse says that actually everything that exists. És itt igazából arról van szó, azt mondja ez a vers, hogy minden, ami létezik. He says all opulent and beautiful and glorious things. Azt mondja, minden fenséges és gyönyörű és dicsőséges dolog. It's just a spark. Csupán egy szikra. A spark of him. Az ő szikrája. So it's not really possible to describe Lord Chaitanya's beauty. Nem igazán lehet definiálni vagy leírni az Úr Chaitanya szépségét. Because we're used to worldly beauty. Mert mi megszoktuk ezt a szót, hogy szépség, vagy világi szépséget szoktunk meg. So and that worldly beauty is just a little spark of what he is. És ez a világi szépség, ez igazából csak egy szikrája annak, ami ő. And that's also problematic for the people who saw Lord Chaitanya. És ez egy probléma volt azoknak is, akik látták az Úr Chaitanyát. Because they're also conditioned. Mert ők is feltételekhez kötött lelkek voltak. Condition means you're only going to see some of what's there. A feltételekhez kötöttség azt jelenti, hogy csak egy részét látod annak, ami valójában létezik. Unless Lord Chaitanya reveals himself, you can't see. Ha az Úr Chaitanya nem tárja fel magát a számodra, akkor nem tudod látni őt. Hey, ébren vagy? Nem úgy néz ki. So it's very difficult for us to actually conceive of the standard of Krishna's beauty. Tehát nagyon nehéz nekünk elképzelni Krishna szépségének a standardjét, felfogni azt. You know, Balaram, Mohini, someone else are incarnations of Krishna's beauty. Balaram, Mohini és még valaki más Krishna szépségének az inkarnációja. Srila Prabhupada says Balaram is more beautiful than Krishna. Srila Prabhupada azt mondja, hogy Balaram gyönyörűbb, mint Krishna. You can meditate on that. Ezen lehet meditálni. So this
When we talk about, you know, Lord Chaitanya's attractive or beautiful, we need to just put into the mix that we don't really know what we're talking about. Tehát észben kell tartanunk, hogy amikor azt mondjuk, hogy az Úr Chaitanya vonzó vagy gyönyörű, akkor igazából nem tudjuk, hogy miről beszélünk. We don't know how to refer to it properly. Nem tudjuk, hogy hogyan utaljunk rá megfelelő módon. And we actually can't even see it properly. És nem is tudjuk megfelelően látni. So it's like when we look at Radisham. Mint amikor nézzük Radishyamot. What do we see? Mit látunk? So according to and we only see we see according to our limitations. A korlátainkhoz mérten látunk. And actually not only are we limited as conditioned souls, but and I'll get to that, liberated souls, Krishna's associates are limited. És nem csak mi vagyunk korlátozottak, mint feltételekhez kötött lelkek, de még Krishna társai is korlátozottak. There's only one person who sees Krishna as he is. Egyetlen egy személy van, aki úgy látja Krishnát, ahogy van. Who's that? Ki ez? Ha? Huh? Srimati Radharani. You got to read Chaitanya Charitamrita. So she's the only one. Kell olvasni a Chaitanya Charitamritát. Radharani az egyetlen. So when we say Krishna's lotus feet, de amikor azt mondjuk, hogy Krishna lotus lába, it doesn't mean that Krishna's feet are as beautiful as lotuses. Ez nem azt jelenti, hogy Krishna lába olyan gyönyörű, mint a lótuszok. It means that Krishna has empowered the beauty of his feet to lotuses. Ez azt jelenti, hogy Krishna a lábának a szépségét átadta a lótuszoknak. So lotus feet means you can compare lotuses to his feet. Ami azt jelenti, hogy lehet hasonlítani a lótuszokat az ő lábához. Because they've derived beauty from mert his feet. A lábából kapják a szépséget. And if we want to apply some of that comparison, és hogyha ezt az összehasonlítást szeretnénk tovább alkalmazni, then we know that lotuses are above the water. Akkor tudjuk, hogy ugye a lótuszok azok a víz felett vannak. And often we say that yes, in the way that lotuses sit above the water and they're not touched by water, similarly Krishna is in the world but not touched by the world. És szoktuk mondani ugye, hogy a lótuszok a víz felett vannak és nem érinti meg őket a víz, ugyanúgy az Úr is Krishna is megjelenik a világban, de nem érinti meg ez a világ. But and then Srila Prabhupada would ask. Aztán Srila Prabhupada kérdezi. And who made the lotuses stand above the water? De ki hozta létre a lótuszokat úgy, hogy a víz felett vannak? They're not just happening by themselves. Nem csak úgy maguktól ilyenek lettek. That was Krishna. Krishna hozta létre őket. There are lilies also in the water, and they don't stand above the water. Vannak vízi liliomok is, és azok nem nincsenek a víz felett. And there are other water flowers, they are not above the water. Why the lotuses? És vannak más vízi virágok is, amelyek nincsenek a víz fölött. Miért pont a lótuszok? So they have special empowerment from Krishna's lotus feet. Ők különleges felhatalmazást kaptak Krishna lótusz lábától. In other words, Krishna is all things that are beautiful coming from him. Más szóval minden gyönyörű dolog belőle jön létre. And he's more. És ő még több náluk. We also have a saying, for instance, we talk about Krishna's smile is like moonshine. Vagy beszélünk Krishnának a mosolyáról, hogy Krishnának a mosolya olyan, mint a holdfény. And in different ways, especially moonshine is cooling. És a holdfény az hűsítő. So that Krishna's smile is also cooling. Krishna mosolya is hűsítő. The proper way to actually understand, a megfelelő mód igazából megérteni, is that the moon has received its cooling empowerment from Krishna's smile. Hogy a hold fel van hatalmazva ezzel a hűsítő képességgel, és ez Krishna mosolyától nyeri. So moonshine smile means that
actually you can compare the moonshine to Krishna's smile. Tehát a holdfény mosoly az azt jelenti, hogy a holdfényt lehet hasonlítani Krishna mosolyához. So there are there's this formula that we need to put into our concept of what beauty is when we're talking about Krishna's beauty, Chaitanya Mahaprabhu's beauty, and their associates. Tehát fontos ezt az alapvető tételt tudatosítanunk magunkban, amikor Krishnának a szépségéről, Úr Chaitanya szépségéről beszélünk. So when can you actually start really appreciating the beauty? Mikor tudja az ember igazából elkezdeni értékelni a szépséget? Premanjana Charita Bhakti Vilochanena. When you have the properly anointed eyes, hogyha megfelelő írral van bekenve a szemünk. And what are the eyes? The eyes come from the same dynamic that actually reveals the Lord. És a szem ugyanabból a dinamikából származik, mint ami feltárja az Urat. So you can't see him unless you have love. Nem tudod látni, ha nincs szereteted. And we're seeing Radhisham because we have a certain degree of love. És mi azért látjuk Radhisyamot, mert van egy bizonyos fokú szeretetünk. But unfettered love that's no longer covered by matter, that then gives you an unfettered vision. De a tiszta szeretet, amit már nem fed be az anyag, az egy tiszta látásmódot ad. I'm just going to give two reasons why it becomes it's not possible for us to really understand the real nature of Krishna's beauty. Fogok két okot mondani, ami azt mutatja meg, hogy miért vagyunk képtelenek igazából megérteni Krishna szépségét. One is that the degrees of beauty vary. A szépségnek a mértéke az változó. Degrees of beauty that Krishna manifests varies. Annak a szépségnek a mértéke, amit Krishna megnyilvánít, változó. And the other is this common saying that beauty is in the eyes of the beholder. A másik pedig ez a gyakorta használt kijelentés, hogy az, hogy valaki valamit milyen szépnek lát, az az ő szemén múlik, tehát rajta múlik, aki szemlél. And that applies to conditioned souls and it applies to liberated souls. És ez vonatkozik a feltételekhez kötött lelkekre és a felszabadult lelkekre egyaránt. So, let's talk about the varying degrees of beauty that Krishna manifests. Úgyhogy beszéljünk a szépség különböző fokozatairól, amit Krishna nyilvánít. The really good example and the witness that we have is Gopkumar. A remek példánk és szemtanunk az Gopakumar. Maybe we should consider having class in the other direction. Lehet, hogy úgy kellene majd tervezni, hogy a másik oldalon legyen a leck. I sit there in the shade, and then everyone's got their back to the sun instead of looking into the sun. Hogy én ülök ott az árnyékba, és akkor mindenki háttal van a napnak a helyet, hogy a szemetekbe süssön a nap. It's very difficult for devotees with the sun shining in their eyes. Kellemetlen, amikor a szemetekbe süt a nap. Mm-hmm. Or we're right at the end of the room and you're looking. But still, better with your sun to the back. Jobb, hogyha hátulról jön nektek a nap. So when Gopkumar is in the material world, he's going up and up. Tehát Gopakumar az anyagi világban halad felfelé. And everywhere he goes, the places are increasing in beauty. És ahova megy, a különböző helyek szépsége egyre fokozódik. The residents are increasing in beauty. Az ott élők szépsége fokozódik. And then the presiding deities that are there that he sees are increasing in beauty. És az uralkodó istenségek szépsége egyre fokozódik. So first he sees Vamandev. Először Vamanadevet látja. Or I mean, on earth he was seeing Jagannath. Hát a földön látta Jagannathot. And then Vamandev. Aztán Vamanadevet. The more beautiful. Ki még gyönyörűbb. And then above that he sees, for instance, Yagya. Who's even more beautiful, Yagyát, aki még gyönyörűbb. And then the Mahapurush, Garbhodakshaya Vishnu, aztán a Mahapurushát, Garbhodakshaya even Vishnu. More beautiful, még gyönyörűbb. So the standard of beauty is increasing.
Tehát a szépség standardje az fokozódik. And then he goes to Mahakala and he's even more beautiful. Aztán elmegy Mahakalába, ott még gyönyörűbb. Now these are all Krishna. Ezek mind Krishna. Then continues on, goes to Narayan and Lord Ramachandra and Dvarakadish. És így megy tovább, elmegy Narayanhoz, aztán Ramachandrahoz, aztán Dvarakadishához. And the standard of beauty is always increasing higher and higher. It becomes, it's undescribable. He just, that's all he keeps saying, I can't describe it. És a szépség egyre csodálatosabb, egyre nagyobb, és csak mindig ezt mondja, hogy nem is tudom leírni, hogy milyen szép. So the beauty is relative. Tehát a szépség az relatív. And to the degree that Krishna is revealing his beauty. Amilyen mértékben Krishna feltárja a szépségét. From Vamandev to Shyamasundar. Vamanadevtől Shyamasundarig. And there's so many unlimited other aspects of that form. És számtalan más aspektusa van ennek a formának. Then there's the other concept. So the standard of beauty varies. Tehát a szépség standardje az változik. Then there's beauty in the eye of the beholder. És aztán a szemlélőn függ, hogy milyen szépséget lát. So jajatamam prapadyante, as you surrender, so then Krishna reciprocates. Ahogy meghódolsz, Krishna szerint viszonoz. Okay, here we're not in front of Vamandev, here we're in front of Krishna personally. Most itt nem Vamanadev előtt vagyunk, hanem but, személyesen Krishna előtt. But still, Krishna saying, according to the observer's devotion, I give a corresponding vision of his beauty. De még mindig Krishna azt mondja, hogy a szemlélő odaadásával arányosan jutalmazom meg őt azzal, hogy a szépségemet milyen mértékben tudja látni. So, whatever, as many devotees as there are here, say everyone has a different degree of devotion. Itt van ennyi bakta, mindenkinek más mértékű odaadása van. They're all seeing a different thing. És mindenki mást lát. So when they look at the deities, I don't know, a deity greeting, they say, aren't they beautiful? És amikor a murtik ütvözlésekor valaki azt mondja, hogy hát nem gyönyörűek? But the person who's saying, aren't they beautiful, and the person who hears it, are seeing two different things. Az a személy, aki ezt mondja, és az a bakta, aki ezt hallja, két más dolgot lát. Because beauty is in the eye of the beholder. Mert a szemlélőn függ, hogy milyen szépséget lát. And one part is my conditioning, and the other part is my devotion, and how much Krishna is reciprocating with that devotion. És az egyik a feltételekhez kötöttségem, és a másik pedig az odaadásom, és ahogy Krishna viszonoz azzal az odaadással. So, Premanjana Charita, and as I mentioned, it's only at this stage where one is no longer under the influence of matter. És ahogy említettem, csak ezen a szinten, amikor valaki már nincs az anyag hatása alatt. So when there's prema, there's nothing to cover your vision. Amikor van prema, akkor már nincs semmi, ami elfedje az ember látását. Just like everybody's sitting here with their mouths covered. Mint hogy itt ülnek a bakták, mindenki maszkot visel. So if I ask them to say something, then it comes out muffled. És amikor azt mondom, hogy mondjatok valamit, akkor így morogtok. Morog? No, muffled. It's covered. Így el van fedve, nem lehet rendesen érteni. And so same thing with our vision. If you're wearing dark glasses, then everything looks dark. Ugyanez van a szemüvegnél, hogyha valakinek sötét a szemüveg, akkor minden sötétnek lát. Even these are tinted glasses. Ezek is ilyen. Things get a little dark. Kicsit sötétített szemüveg, kicsit sötétebbek a dolgok. So only this prémi bhakta actually sees Krishna. Csak egy prémi bakta látja igazából Krishnát. And lesser devotees, they see something of Krishna according to their devotion. És a kevésbé fejlett bakták kevesebbet látnak Krishnából az odaadásuk szerint. So we have to just keep in mind that immature devotion places restrictions on the beauty that we're able to perceive. Tehát fontos észben tartanunk, hogy az éretlen odaadás valamennyire korlátozza azt a szépséget, amit képesek vagyunk látni. And even when you see it,
it's only a part of what's there. És még amikor látjuk, akkor is ez csak egy része annak, ami valójában ott van. But then what about the devotees who have love for Krishna? Akkor mi van azokkal a baktákkal, akiknek van Krishna iránti szeretet? Do they all see the same thing? Ugyanazt látják? Now, Sridham sees one thing. Sridham egy dolgot lát. Mother Yashoda sees more. Yashoda anya többet lát. The gopis, they see more. A gópik még többet látnak. Because even in the transcendental realm, their level of love is increasing. Mert még a transzcendentális szinten is a szeretetük fokozódik. And then amongst the gopis, as I mentioned before, the one who has the topmost love is Srimati Radharani. És hogy említettem, a gópik közül, akinek a legmagasabb szintű a szeretete, az Srimati Radharani. So only she actually can see Krishna as he is. Igazából csak ő látja Krishnát úgy, ahogy van. Because she has the greatest love. Mert neki van a legnagyobb szeretete. And that love allows her to enter into that sort of realm of unlimited beauty. És ez a szeretet teszi lehetővé, hogy belépjen a határtalan szépség birodalmába. This is what Lord Chaitanya, this is what Krishna wanted to know. És ez az, amit Krishna meg akart ismerni. Because even Krishna can't see it. Mert még Krishna sem tudja látni. He can't see it. He isn't, you know, a narcissist. Oh, I love Krishna. Ő egy narcisista. Ó, szeretem Krishnát. Nem narcis. Nem egy narcisista, hogy szeretem Krishna. So he has love for his devotees. Therefore, even though when he sees his own beauty, he doesn't see the same thing as what devotees see. Tehát még hogyha látja is a saját szépségét, akkor nem azt látja, amit a bakták látnak. So, but when he does see, in other words, when Krishna actually looks in a mirror, de amikor látja, hogyha mondjuk egy tükörben néz, then Krishna admits that actually only Srimati Radharani has the ability to really see him. Akkor Krishna elismeri, hogy igazából csak Srimati Radharaninak van a képessége, hogy lássa őt. And Krishna's nature is that he, you know, don't tell him you can't do this. És Krishnának az a természete, hogy nem mond neki, hogy ezt nem tudod megcsinálni. So he can do anything. Ő bármit meg tud csinálni. So it's just a matter of getting around to doing it. A kérdés csak az, hogy jut el oda, hogy megcsinálja. If you think, well, I can't taste my food, then I need to be in a position where I can. Ha azt mondom, hogy hát ezt én nem tudom megízlelni, akkor jó, hogy leszek egy olyan helyzetben, amiből meg tudom ízlelni. So that's how he then becomes Chaitanya Mahaprabhu. És így lesz belőle Chaitanya Mahaprabhu. And there's a pastime in Lalita Madhava. Lalita Madhavában van egy kettelés. And here Krishna is in the Vrindavan garden of Dvarka. És itt Krishna Dvárakában, a Vrindavan kertben van. He's in New Vrindavan. Új Vrindavanban. And he was actually with Satyabhama, with Srimati Radharani. És Satyabhamával, Srimati Radharanival volt. So he wanted to pick some flowers to decorate her. Virágokat akart szedni, hogy feldíszítse őt. So he goes to a nearby garden. És akkor Krishna elmegy a közeli kertbe. And in that nearby garden, he walks past a pillar, marble pillar. Kertben elmegy egy márvány oszlop mellett. Must have been a very, well anyway, it's Dvarka, so it's a very shiny pillar. Biztos egy nagyon ragyogó, csillogó oszlop volt, Várakában vagyunk. You know, and it's like when you walk by a mirror and you see yourself and you stop. Mint amikor az ember elmegy egy tükör mellett és meglátja magát és megáll. So Krishna also stopped and first he didn't know who it was. Krishna megállt és először nem értette, hogy ki az ott. First he thought it was somebody else. Azt gondolta, hogy valaki más lát. And then he realized, no, this is not somebody else, this is me, this is my reflection. És aztán rájött, hogy hát ez nem valaki más, ez én vagyok, az én tükörképem. And as he looked, he became very enchanted by seeing his own beauty. És ahogy nézte, nagyon elbűvölte a saját szépsége. But then
Krishna is feeling, but or the desire within him emerged that I want to be able to appreciate this beauty in the way that Srimati Radharani does. És aztán felébred benne a vágy, hogy én szeretném ezt a szépséget úgy értékelni, ahogy Srimati Radharani értékeli. Because as long as I'm here, Krishna, looking for flowers for Radha, I can't actually fully appreciate it. Mert ameddig én itt vagyok, Krishna, aki virágokat keresek Rádhának, addig nem tudom teljesen értékelni. You know, people, of course, nowadays people go to art galleries to look at insanity. Persze, manapság az emberek elmennek művészeti múzeumokba, hogy őrültségeket nézzenek. So they're looking to see what people who are called artists, but who actually should be street cleaners, what different type of crazy things that they do. Az emberek elmennek és megnézik, hogy olyan emberek, akiket művészeknek neveznek, de igazából utcaseprőknek kellene lenniük, hogy milyen bolond dolgokat csinálnak. At best they should be better that they should be catching rats. Sőt, még jobb lenne, hogyha patkányokat fognának. So a lot of rats in the cities. Sok patkány van a városokban. Do something useful. Valami hasznos dolog lenne. But there is still some art in museums. De azért létezik még mindig művészet múzeumokban. So there are still Mona Lisas and there are still artists, or at least there were artists. Még mindig vannak Mona Lisák és még mindig vannak azért művészek. Well, you can see behind me there are still some artists. Látjátok mögöttem még mindig so vannak that's, művészek. That's art. Ez művészet. Art is to depict what's Yad-yad vibhutimat sattvam, srimad urjitva eva-va, show beauty. Ez a művészet. Show beauty. Show beauty. Bemutatni a szépséget. Bemutatni a szépséget. It wasn't Sanskrit. I thought it was. So what do they do? People like stand in front of a picture for hours. Emberek állnak egy kép előtt órákig. Why? Because when you see something beautiful, then you start to appreciate it more and more, and the more you look at it, then you look at details, colors, contours, so many things that are there. Lehet nézni, és akkor az ember egyre jobban értékeli a részleteit, a színeket, a kontúrt. It allows you to appreciate. Hát lehetővé teszi, hogy az ember értékelje. And Krishna got lost in looking, but he saw, no, I'm being limited, I'm being restricted from this. Krishna így elveszett, ahogy így nézte, de aztán azt gondolt, hogy de hát korlátozva vagyok. You know, if you go in front of a picture and you have a screen in front of it. Mint hogyha egy kép előtt állsz, és van előtted egy ilyen vászon. And the screen is tinted or something, and I just can't see. Hogy valami, amin keresztül nézed, aminek van egy színe, ami nem látsz át rendesen. But Krishna said, no, I'd really like to be able to see me the way she's seeing me. És akkor Krishna azt gondolta, hogy én szeretném úgy látni magam, ahogy Srimati Radharani lát engem. And that's only possible as if he takes on her mood. És ez csak akkor lehetséges, hogyha elfogadja a Radharani hangulatát. So here's a verse. És itt van egy vers. And you can see this verse from Lalita Madhava. Ez a Lalita Madhavából van. Anyone knows the verse? Tudja valaki ezt a verset? Anyway, I wouldn't expect you to know that verse, but it's there. It's in Chaitanya Charitamrita, I think, 3 times. De azt hiszem háromszor is idézi a Chaitanya Charitamrita. Aparikalita purva kaschamat karakkari spuratuma magariana esha madhura pura ayam maham api hanta prekshayam lubda cheta sharabasham upavuktum kamye radikeva. So here's a translation. Who manifests an abundance of sweetness greater than the mind, which has never been experienced before and which causes wonder to all? Alas, I myself, my mind bewildered upon seeing this beauty, impetuously desired to enjoy it like Srimati Radharani. Ez a fordítás. Kiben mutatkozik meg olyan édesség, mely túláradóbb az enyémnél, amelyet soha azelőtt nem tapasztaltam, és amely mindenkit csodálattal tölt el. Ó jaj, a szépség láttán megzavarodott elmémmel én magam is szenvedélyesen vágyom arra,
hogy úgy lejjen benne élvezetem, mint Srimati Rádaráné. So we're talking about the restrictions to appreciating Krishna's beauty. Tehát arról beszélünk, hogy korlátozott valaki abban, hogy tapasztalja Krishna szépségét. And we come to the stage where Krishna actually can't fully appreciate himself. És elértük azt a szintet, hogy még Krishna maga sem tudja teljes mértékben értékelni magát. He has to come as Srimati Radharani. Úgy kell jönnie, mint Srimati Radharani. Tibor, ébren vagy? Nem tudom, miért kérde. I don't know why I asked that question. Are you awake? Because everybody who's sleeping says yes. Nem tudom, hogy miért szoktam feltenni ezt a kérdést, hogy ébren vagy-e, és aki... I should tell them instead to go the other way around. Inkább meg kéne mondani. Okay, now here's a question. Tehát most felmerül egy kérdés. I'm not going to answer it, but we're going to just investigate a little Chaitanya Mahaprabhu's beauty. Nem fogom megválaszolni, de most egy kicsit itt nyomozunk Chaitanya Mahaprabhu szépségével kapcsolatban. And the question is Lord Chaitanya more beautiful than Krishna? A kérdés az, hogy vajon az Úr Chaitanya gyönyörűbb-e, mint Krishna? There are indications to the affirmative. Vannak utalások, amik ezt megerősítik. And let's just look into that, because it allows us to appreciate a little further how this beauty manifests. De nézzük meg, mert ez segít abban, hogy megértsük, hogy hogyan nyilvánul meg ez a szépsége. And I'm doing this for two reasons. És két okból beszélek erről. The primary is because it's related to Lord Chaitanya's preaching. This is Lord Chaitanya's preaching. Az első, hogy ez kapcsolatban áll az Úr Chaitanya prédikálásával. Ez az Úr Chaitanya prédikálása. There were people who saw him. Voltak, akik látták őt. Balabhacharya saw him, and he said he must be God. Balabhacharya meglátta, és azt mondta, hogy biztos, hogy ő Isten. Ennyi kellett csak hozzá. No one else can look like this. Senki más nem néz ki. So people who have the piety will just immediately come to the conclusion. Akik elég jámborak voltak, azok rögtön erre a vétkövetkeztetésre jutottak. Sarvoma Bhattacharya, when he heard Lord Chaitanya's explanation of Vedanta, amikor Sarvoma Bhattacharya hallotta, hogy az Úr Chaitanya Vedantát magyarázta, then from the intellectual point of view, he understood no one has knowledge like this. Akkor intellektuális szempontból megértett, hogy senkinek nincs ilyen tudása. Then he said he must be God. Kétségtelen, hogy ő Isten, biztos, hogy ő Isten. And the other is that we talk about Krishna's beauty. És a másik, hogy mi beszélünk Krishna szépségéről. What are we talking about? Miről beszélünk? And to better appreciate what it is we're referring to or trying to refer to. Hogy értsük jobban, hogy mi az, amiről ilyenkor próbálunk beszélni. So, like Krishna, Chaitanya Mahaprabhu is the embodiment of all beauty. Tehát Krishnához hasonlóan Chaitanya Mahaprabhu is minden szépség megtestesülése. Yajjad vibhuti mat sattvam srimat urjitva eva bhavi. Everything, all beauty is coming from him. Minden szépség belőle ered. The whole concept of beauty, he defines what beauty is. Ő definiálja, hogy mi a szépség. That was the whole idea, just like knowledge. Krishna defines what knowledge is. Mint a tudás, Krishna definiálja, hogy mi a tudás. So similarly, whatever is in relation to Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, that's what beauty is. Hasonló módon, ami Chaitanya Mahaprabhuval, Krishnával kapcsolatban van, az a szépség. But, as we have already spoken, that Srimati Radharani has this love which enables her to see Krishna's beauty. De ahogy már beszéltünk róla, Srimati Rádaráninak van az a szeretete, ami számára láthatóvá teszi Krishna szépségét. So, and that Chaitanya Charitamrita calls it the mirror of Radharani's beauty. És Chaitanya Mahaprabhu ezt Rádaráni szépsége visszatükröző tükrének nevezi. So Lord Chaitanya has this sentiment of Radharani. Az Úr Chaitanya rendelkezik Radharaninak ezzel a hangulatával vagy érzésével. And that reflects Krishna's beauty. És ez tükrözi Krishna szépségét. So it's like feedback. Ez a visszajelzés. I mean feedback, sound feedback. You turn it up a certain point and then the noise starts going into the speakers and back and forth, and it gets louder and louder and louder and louder.
mint amikor a hangban van ez, hogy felerősíted a hangot, és akkor a mikrofon és a hangfal között van ez a hang, ami egyre erősebb. So anyway, we'll talk about Radharani's love, perceives Krishna's beauty. Radharani szeretette képes észlelni Krishna szépségét. When she sees it, her love increases. És amikor látja, akkor fokozódik a szeretete. When her love increases, her beauty increases. És amikor a szeretet fokozódik, a szépség fokozódik. When Krishna sees her, then his love for her increases. Amikor ezt Krishna látja, akkor a Krishna Radharani iránti szeretete fokozódik. His beauty increases. Az ő szépsége fokozódik. That makes Radharani's love increase. Amitől Radharani szeretete so fokozódik. So it's just a feedback. It just keeps going on and on. És akkor ez így erősíti egymás folyamatosan. Now, Krishna can't do this because when Krishna is not with Radharani, this doesn't happen. És ezt Krishna nem tudja magába csinálni, hogyha Radharani nélkül van, akkor ez nem történik. It can happen with other devotees. Tud történni más baktákkal is. But not to that level. De nem olyan szinten. Now, Radha Bhava Jyoti Suvalitam. Now he is Radha Krishna Nahiyanya. Now he is Krishna and Radharani all in one. És amikor Uchitanya jön, akkor ő Radha Krishna egy személyben. So we'll just look at this in a little more detail. És egy kicsit részletesebben megnézzük. But this is one reason why there seems to be evidence to the affirmative. De ez az egyik ok, amiért úgy tűnik, hogy van bizonyíték, ami megerősíti. And the other is he's covered with this golden complexion. És a másik pedig az, hogy ez az arany szín befedi őt. Anyways, Prabhupada says with Balaram. De hát, ahogy Prabhupada mondja Balarámról is. Says he's more beautiful than Krishna because he's white. Azt mondja, hogy Balarám gyönyörűbb, mint Krishna, mert ő fehér. So yeah, they say black is beautiful. Azt mondják, hogy a fekete gyönyörű. But gold is more beautiful. De az arany az még gyönyörűbb. If I put a whole bunch of gold here and I give you some black stones, which one are you going to choose? Ha ide rakok egy csomó, egy kupac aranyat, és ide meg fekete köveket, melyiket fogod választani? So these two things, the nature of their dynamic, and that he's Radha and Krishna together, and the other one is that he's covered by Radharani's complexion. Tehát van ez a dinamikának a természete, hogy ő Radha és Krishna együtt, és be van fedve Radharani testére. So it seems that in any case Chaitanya Mahaprabhu is especially beautiful. Tehát lényeg az, hogy Chaitanya Mahaprabhu különlegesen gyönyörű. I don't know if it's an issue of comparison or just uniqueness. Nem tudom, hogy itt az összehasonlítás lenne a lényeg, vagy csak ez az egyedisége. Because anyway they're so beautiful, but nonetheless we're looking at Chaitanya Mahaprabhu's beauty. Mert mindenképp nagyon gyönyörűek, de most Chaitanya Mahaprabhu szépségét nézzük. So, look at this verse. Nézzük meg ezt a verset. Krishna says, Amara madhurya nityanavanavahoy swasa prema anurupa bhakti ashvadai. He says, my sweetness is always newer and newer. And devotees taste it according to their own respective love. Azt mondja Krishna, hogy édességemet, mely egyre frissebb és frissebb lesz, a bakták saját szeretetüknek megfelelően ízlelik meg. Krishna is saying a formula. Tehát Krishna egy alapvető tételt mondja. There is relationship between love and beauty. Hogy van kapcsolat a szeretet és a szépség között. Now we've talked about the fact that according to your love, you can taste beauty. Már beszéltünk arról, hogy a szeretetet függvényében tudod megízlelni a szépséget. The other is that according to the degree of love you have, you manifest beauty. A másik dolog az pedig, hogy a szereteteddel arányosan nyilvánítod a szépséget. So, and now of course we're talking about the transcendental realm. És persze most a transzcendentális régióról beszélünk. And similarly, beauty manifests love. És hasonló módon a szépség megnyilvánítja a szeretetet. So there are a reversible equation. Tehát ez egy megfordítható egyenlet. If you remember your chemistry, so it's a reversible equation. Hogyha they go both ways. Kémiából, hogy mindkét irányba működik. So increased love means
Increased beauty means increased love. Növekvő szeretet azt jelenti, hogy növekvő szépség azt jelenti, hogy növekvő szeretet. So, So this is Chaitadarpanam Arjuna. We talk about the mirror of consciousness. Tehát ez a Chaitadarpanam Arjuna, beszéltünk a tudat tükréről. So there is also the mirror of a devotee's love. Tehát van a bakták szeretetének a tükre is. It's the same term is being used in Chaitanya Charitamrita. Ugyanazt a kifejezést használja a Chaitanya Charitamrita. So Krishna's beauty, when devotees see their beauty, it increases their love for him. Mikor a bakták látják Krishna szépségét, akkor ez fokozza az iránta való szeretetüket. I mean, it's natural. This is happening here in our conditioned world. Ez természetes, itt is történik a feltételekhez kötött világban. So either a man and a woman, or a mother and their child, nowadays even a person and their dog, they look at them and, you know, their affection increases. És akkor beszélhetünk egy férfiről és egy nőről, vagy egy anyáról és a gyermekéről, vagy manapság akár valakiről és a kutyájáról, hogyha ránéz a valakire, és szépnek látja, akkor fokozódik a szeretete. And the appearance influences that love. És a megjelenése annak a személynek erősíti az ember szeretetét. A mother sees her baby. Egy anya meglátja a kisgyerekét. So he's so sweet and cuddly. Édes és cuki. So you look, just looking at that increases, it immediately becomes a stimulus for loving emotion. És csupán az, hogy ránéz az ember, ez kiváltja a szeretet érzelmét. And that will become apparent in their facial features. They become very happy. És ez megnyilvánul a szülőnek az arcvonásaiban, nagyon boldog lesz. So, of course, the little baby may or may not see that. Yeah, a little child, when he sees the mother smiling, they also automatically, they smile. Egy csecsemő lehet, hogy ezt úgy nem észleli, de egy kisgyerek, amikor látja, hogy az anyukája mosolyog, akkor ő is mosolyog. So the sort of limited form of this reciprocation is there. Tehát van egy korlátozott formája ennek a viszonzásnak. So, but when we're talking about the realm of transcendence. De amikor a transzcendens régióról beszélünk. So here devotees who actually have love, and Krishna has love. És akkor itt vannak a bakták, akiknek van szeretete, és Krishnának van szeretete. Krishna is love. Krishna maga a szeretet. So, when they see Krishna's beauty, then in the same way as the mother, then their love increases. Amikor látják Krishna szépségét, akkor ugyanúgy, mint az anyának, akkor a szeretetük fokozódik. It becomes visible in their features. És ez láthatóvá válik a vonásaikban. They become happy, they become beautiful. Boldogok lesznek, gyönyörűek lesznek. Now Krishna sees that. És ezt Krishna látja. He's not a little baby. He's not a baby. És ő nem egy csecsemő. So he sees and he yajatamam prapadyante, he's reciprocating with what he sees. És akkor ő látja ezt, és viszonoz azzal, amit lát. He sees their increased love and their increased happiness. Látja az ő fokozódó szeretetüket és fokozódó boldogságukat. And their increased beauty. És fokozódó szépségüket. That means his love and his beauty and his happiness increases. Akkor az ő szeretete, az ő szépsége, az ő boldogsága is fokozódik. Then this is the mirror. So whatever the mirror sees, then the same thing happens. The same thing's reflected there. Ez a tükör, hogy akkor ami itt történik, az tükrözve van itt. So beauty and love is increasing. Beauty and love is increasing. It's been going on forever, and it continues to go on. Fokozódik a szeretet és a szépség. Fokozódik a szeretet és a szépség, és ez így megy időtlen idők óta. We don't have any experience of that. Nincs erről tapasztalatunk. Because even if we find it beautiful, the baby grows up. Mert még ha gyönyörűnek is tartunk valamit, a kisgyerek felnő. Looks a lot different when he grows up than when he's a baby. Nagyon más, amikor felnő. Looks different. Is different. Igen. Más, amikor felnő, mint amikor kisgyerek. So, you know, there's a standard saying, all babies are beautiful.
Mint hogy van ez a megszokott mondás, hogy minden kisgyerek aranyos. All babies are beautiful, gyönyörű. But they're not all beautiful when they grow up. De nem mind gyönyörű, amikor felnő. So, but here, it's inconceivable. How is it possible that something just growing and growing and growing and increasing all the time? De itt felfoghatatlan, hogy lehet az, hogy valami csak fokozódik és fokozódik, fokozódik mindig. That's our conditional nature. It's inconceivable for us. Ez a mi feltételekhez kötött természetünk, hogy számunkra ez felfoghatatlan. But this is the reality. De ez a valóság. And this is going on. It's one of the things that's going on. És ez az egyik dolog, ami történik. And it's the same thing with Krishna's knowledge and it's Krishna's renunciation and Krishna's everything's just increasing. És ugyanez történik Krishna tudásával, Krishna lemondásával, minden csak egyre fokozódik. And you know, Sankirtan movement is that devotees are the mirror to increase Krishna's fame. És Krishna's pain. Fame. Fame. És ez a Sankirtan mozgalom, hogy a bakták tükrözik Krishnának a hírnevét. You've been thinking about pain. there's a whole part of Chaitanya Charitamrita where Kaviraj Goswami is explaining that the joy of one is in the joy of the other. És a Chaitanya Charitamritában van egy része, a Kaviraj Goswami magyarázza, hogy az egyik öröme a másik öröme. We don't get in detail, but Krishna's happy because they're happy. Most nem fogunk a részletekbe belemenni, de Krishna azért boldog, mert ők boldogok. That's the nature of love. Love means I'm happy to satisfy that someone else is satisfying somebody else's senses. A szeretetnek ez a természete, hogy én akkor vagyok boldog, hogyha valaki másnak az érzékeit elégedetté teszem. And they're happy because Krishna's happy. És ők azért boldogok, mert Krishna boldog. And of course everybody's happy. Persze mindenki boldog. Because everybody's happy. Mert mindenki boldog. And it sort of goes on like that. És ez így megy. So this relationship between beauty and love, how love and beauty nourish each other. Tehát ez a kapcsolat a szeretet és a szépség között, és ahogy ezek egymást táplálják. So the result of this is you get this, I use the word feedback, but you just get this constant spiral of beauty that's increasing. Love's increasing and beauty's increasing. És ezt a kifejezést használom, hogy így gerjed, hogy egyre fokozódik a szeretet is és a szépség is. And that's the spiritual. Spiritual is always increasing. És ez a lelki, hogy egyre fokozódik. So let's see how Krishna talks about the topmost love, which is Srimati Radharani's love. Nézzük, hogy Krishna mit mond a szeretet legmagasabb szintjéről, ami Srimati Radharani szeretete. Although Radha's love is pure like a mirror, its purity increases at every moment. My sweetness also has no room for expansion, yet it shines before that mirror in newer and newer beauty, and there's a constant competition between my sweetness and the mirror of Radharani's love. They both go on increasing, and neither knows defeat. Noha Radha szerelme makulátlan, mint a tükör, tisztasága mégis minden pillanatban növekszik. Az én édességem sem képes már tovább terjedni, a tükör előtt mégis újabb és újabb szépségben ragyog. Édességem és Radha szerelmének tükre között örök verseny folyik. Mindkettő egyre növekszik, de egyik sem ismer vereséget. So this is happening between all pure devotees and Krishna. Ez történik az összes tiszta bhakta és Krishna között. And now here Krishna says in this verse, but this happens to its topmost limit with Sri Radha. De Krishna itt azt mondja, hogy ez a tetőpontját Sri Radhával éri el. So, when Radha and Krishna are together, amikor Radha és Krishna együtt vannak, because it's Radha and Krishna who are together in Lord Chaitanya. Mert Radha és Krishna vannak együtt az Úr Chaitanyában. So there's this ever-expanding love and ever-expanding beauty. Van ez az örökké fokozódó szépség és örökké fokozódó szeretet. So, it's there in Chaitanya Mahaprabhu. It's Krishna's in the mood of Radha,
And he's appreciating her. Krishna rátámogatja magát. He's in the mood of her appreciating Krishna. Tehát Krishna Rádhá hangulatában van, ahogy értékeli Krishnát, Rádhá. That means his mood of Srimati Radharani, that love is increasing. Ami azt jelenti, hogy Krishnának ez a hangulata, hogy Srimati Radharani, ez a szeretet, ez fokozódik. Is he simultaneously Krishna? De közben ő Krishna. So Krishna's beauty is also increasing. Szóval akkor Krishna szépsége fokozódik. Whether he's the Krishna who's experiencing, or he may be the Krishna that he's seeing, but in any case, it's increasing. Tehát, hogy Krishna, aki ezt tapasztalja, vagy Krishna, aki látja, mindegyik esetben fokozódik. And then additionally, he's Gora. He has this complexion. És akkor emellett ő Gora, van ez a testszíne. And that complexion also enhances his beauty. És ez a testszín hozzátesz az ő szépségéhez. So there are indications that Lord Chaitanya's extraordinary beauty has things that are not there in Krishna. Tehát vannak utalások arra, hogy az Úr Chaitanyának a rendkívüli szépségében vannak olyan dolgok, amik nincsenek meg Krishnában. I've already touched on this point about whether Chaitanya Mahaprabhu's beauty can actually be described. Már érintettem ezt a gondolatot, hogy vajon lehet-e egyáltalán írni Chaitanya Mahaprabhu szépségét. What's the point of talking about something that's indescribable? Mi értelme van annak, hogy beszéljen az ember valamiről, ami leírhatatlan? Anyway, then we shouldn't even talk about Krishna. Hát akkor Krishnáról se kellene beszélnünk. Lord Brahma also says, Bahuktva Chame Prabhu. How does it start? So people may say they know Krishna. As far as I know, I don't know anything. Tehát még az Úr Brahma is mondja, hogy lehet, hogy valaki azt mondja, hogy tud valami Krishnáról, én nem tudok semmit. But still, we should, according to our ability, glorify Krishna. De minden esetre a képességeink szerint kell dicsőítenünk Krisnát. And devotees can't help but do that because it's their devotion that impels them to do that. És a bakták nem is tudják ezt nem tenni, hiszen az odaadásuk erre ösztönzi őket. Here's another verse. Itt egy másik vers. Where you can see it sort of reveals to a certain degree the difficulty that even Shastra has in describing the Lord's beauty. Ami egy bizonyos mértékben szemlélteti azt, hogy még a Shastrának is nehézséget okoz az Úr szépségét leírni. You can see the translation. I won't read the translation. Nem olvasom el a fordítást. Suvarna varna himango varanga shangana agdi sanyasa krits chama shanta nishta shanti parayana. So here we have this verse from the Mahabharata. Itt van ez a vers a Mahabharatából. And he says suvarna, varna, himanga. So in that first line, he's repeating himself. Itt az első sorban ismétli magát. His body is golden. A teste aranyszínű. And his whole body is like molten gold. És az egész teste olyan, mint az olvat arany. The Sanskrit language is a very, it's a very strict language. Has very, very strictly defined rules, and repetition is not a good thing. A szanszkrit nyelvben nagyon szigorú szabályok vannak, és az ismétlés ez nem egy jó dolog. Although you will find repetition if it's literally nice. De találunk ismétlést, hogyha az irodalmi szempontból szép. That's like with other languages as well. Mind más nyelveken is. So generally in most languages you don't want to repeat yourself in a sentence. A legtöbb nyelven nem akarod ugyanazt a dolgot többször elismételni egy mondaton belül. So, but here he says suvarna hemanga, just repeating that he's golden. De itt ismétli, hogy suvarna és hemanga, hogy aranyszínű. So suvarna is a beautiful lightish golden complexion, but is hemanga, it's like molten gold. A gyönyörű aranyszínű, de olyan, mint az olvadt arany. And baranga. But is very, very beautiful. És varánga, hogy nagyon gyönyörű. In the morning we're singing. Kandarpa koti kamani avisesa. So what does it mean, kandarpa koti? Reggelente énekeljük ezt, és mit jelent ez a kandarpa koti?
Kandarpa Koti, what does it mean? I've only been saying it for 30 years. 30 éve énekled, mit jelent? Yeah, 10 million cupids. 10 millió cupido. So he's more beautiful than 10 million cupids. Gyönyörűbb, mint 10 millió cupido. I don't know what cupid looks like. Nem tudom, hogy néz ki cupido. You know what cupid's effect is. Ismeri Cupidónak a hatását. Although we don't necessarily know what he looks like personally. Nem feltétlenül tudjuk, hogy személyesen hogy néz ki. Pradyumna. Pradyumna is cupid. Pradyumna cupido. But then where's Pradyumna? Aztán hol van Pradyumna? So, but 10 million cupid. 10 millió cupido. Kandarpa Koti. So it just gives, you know, in one sense, it doesn't work, because even if you have 10 million cupids side by side, they still all look the same. Egy szempontból ez nem működik, mert hogyha 10 millió kupidót egymás mellé állítasz, mindegyik ugyanúgy néz ki. So how do you say that person, the beauty of that person magnified 10 million times? That's what you really want to say. Tehát igazából azt akarom mondani, hogy ez a személy a 10 millió szorosa egy kupidó szépségének. But we need something in order to impress us. De kell valami, amitől valahogy megértjük, hogy. So, yeah, he's more beautiful than 10 million. Azt mondja, hogy még gyönyörűbb, mint 10 millió kupidó. So, yes, when we talk about Baranga, we talk about that his body is so beautiful, so attractive. Tehát amikor Gorangáról beszélünk, akkor a teste annyira gyönyörű, annyira vonzó. And now here it says, Chandanagadi, and he's ornamented with different spots of sandalwood. És sandalwood paste. Azt is olvassuk, hogy Chandanagadi, vagyis hogy szantálpéppel van bekenve. You know, we often put sandalwood paste on the forehead. Gyakran teszünk szantálpépet a homlokra. It's attractive aside from being cooling. Vonzó, amellett, hogy hűsítő. And then you can put it in different parts of the body. És akkor a test különböző részeire tesz. And then sometimes he also, of course, now this verse talks about Lord Chaitanya in his youth, or the first two lines. Itt az első két sor az a fiatal korában beszél az Úr Chaitanyáról. Lord Chaitanya would have not just sandalwood ornaments, but he would wear jewelry. Nem csak hogy szantálpép díszítette, de ékszereket is viselt. Especially, for instance, when he had his marriage ceremonies. Főleg amikor volt az esküvői szertartása. Lord Chaitanya went to Bengal, then he got all kinds of collected all kinds of wealth. Mikor az Úr Chaitanya Bengálba ment, akkor mindenfelé gyűjtött. People would bring him dakshina, so they bring ornaments. Az emberek hoztak neki dakshinát, különböző ékszereket. Just like I've got a little box full of wedding rings. Nekem is van egy kis dobozom, amiben ilyen jegygyűrűk vannak. I just showed Manjwali the other day, because we collect it, and then we take it to India, and then that's how we make ornaments for Radhe Shyam. Mutattam Manjwalinak az egyik nap, mert ezeket így gyűjtjük, amikor valaki felajánlja, és beolvasztjuk, és ezekből készül ékszer Radhe Shyamnak. So she said, yeah, that's all the broken marriages we got in the yard. És akkor ez volt, hogy ezek a tönkrement házasságok. So anybody with broken marriages out there, you can send your old rings over here. Hogyha valakinek tönkrement a házasság, akkor nyugodtan beküldheti hozzánk a jegygyűrűjét. And although who knows when we're getting to India. Persze ki tudja, hogy mikor jutunk el Indiába. But anyway, so Lord Chaitanya would and of course other people just give. I was giving a more positive example that they give their jewelry to the deities. És aztán egy pozitívabb példát, hogy mondjuk, hogy az emberek felajánlják az ékszereiket a murtiknak. And they would do the same thing with Lord Chaitanya. És ugyanezt csinálták az Úr Chaitanyával. And he would wear very nice cloth, shiny silk cloth. Nagyon szép, ragyogó selyem ruhát visel. So same thing, to give cloth is a standard gift. Ruhát ajándékozni, az egy standard ajándékfajta. Actually, it's more like even Shastra, that when you give a gift, even a gift to sannyasis, you give cloth or chadar, something like that. Ez a Shastrában is megtalálható, sannyasiknak is szoktak ruhát adni, vagy csadart adni ajándékba.
And then here we have sannyasa krishchamo shanta nishta shanti prayana. And it also talks about his disposition, which is part of his beauty, part of his allure. És itt szó van arról is, hogy hogy néz ki, ami része annak, amivel elbűvöl. So nishta shanti prayana, he's always very peaceful. És mindig nagyon békés. That's why he can always smile. Ezért tud mindig mosolyogni. That's why Krishna is always smiling. Krishna mindig mosolyog. So you can only smile if you feel like smiling. You can't just put it on. Csak akkor tudsz mosolyogni, hogyha úgy érzed, hogy mosolyoghatnék ott van. Nem lehet csak úgy magadra erőltetni. And then aside from that, his movements, how a person moves, really reflects their appearance. És emellett a mozdulatai, ahogy valaki mozdul, az is olyan sok mindent tükröz belőle. Now sometimes I observe how people move. Néha így figyelem, hogy hogy mozdulnak emberek. Some people move like wrestlers. Vannak, akik úgy mozdulnak, mint a birkózók. Some people move like miners. Van, akik úgy, mint a bányászok. Some people move like swans. Van, akik úgy mozdulnak, mint a hattyúk. Some people move like ducks. Van, akik úgy mozdulnak, mint a kacsák. There's a few people who move like elephants. Vannak néhányan, akik úgy mozdulnak, mint az elefántok. That's considered to be nice in Vedic culture, moving like an elephant, moving like a swan. Védikus kultúrában ez szépnek számít, amikor valaki úgy mozdul, mint egy elefánt. Swan in the water, not on land. Hattyú a vízen, nem hattyú a szárazföldön. And so when Chaitanya Mahaprabhu moved, he also had this type of moving like an elephant. Chaitanya Mahaprabhu is mondták, hogy úgy mozdul, mint egy elefánt. Now we could have had a little cut out of how elephants move. You have to see them from behind, or lehetett volna bevágni ide egy kis or from the side, but szemléltetés, hogy hogyan mozdul az elefánt. Here's a description. De itt van egy leírás. Their legs swing like pendulums. A lábuk az úgy megy jobbra-balra, mint a mi ez? Inga. Pendulum. It's inga. And their hips and their shoulders at the same time go up and down. És ugyanígy a csípőjük és a válluk is akkor fölmegy és lemegy. When the feet are on the ground. Amikor a lábuk a földön van. So when the feet are on the ground, then they go up, and meanwhile the swinging. You go online and look at how elephants move. Nézzétek meg az interneten, hogy hogy mozdulnak az elefántok. And then often it's a baby elephant and an intoxicated elephant on top of that. És akkor ennek a fejében még van, amikor ez egy kis elefánt, és van, amikor mámoros kis elefánt. So movement, disposition, bodily features, all of these really add. Tehát ezek a dolgok, hogy valaki hogyan mozdul, milyenek a testi vonásai, ezek mind hozzátesznek. Now one very unique feature which is there in Krishna and in Chaitanya Mahaprabhu, which tends to get subdued in other forms of divinity. És van ez a vonás, amiben ott van Krishnában és Chaitanya Mahaprabhuban is, amelyek más isteni formákban úgy tűnik, hogy vissza vannak tartva. And that's sweetness. És ez az édesség. Now, sweetness is a very difficult thing to describe. Az édességet nagyon nehéz leírni. But we use it. De használjuk. Oh, he's so sweet. Olyan édes. Suki. So, but what is it? De mi ez? So what is it in beauty that is sweet? It's just something that it's very, very attractive, that really draws you. Mi van a szépségben, amitől édes, ami annyira vonzó a számunkra. And it sort of exudes kindness and graciousness. És belefoglaltatik a kedvesség és a kecsesség vagy kegyesség. Obviously Chaitanya Mahaprabhu's magnanimous, forgiving nature it also reflects that. Krishna nagy lelkű, megbocsájtó természete is ezt tükrözi.
So it's something that is not just the beauty, but it's a reflection of certain other qualities of the heart. Tehát ez nem csak a szépség, hanem a szívnek bizonyos más tulajdonsága is. And ordinariness. És a közönségesség. And that it's present in a human-like person, not in divinity. When you think of it in terms of divinity, then the divinity eclipses the sweetness. Hogy egy emberszerű személyiségben van jelen, mert amikor az isteni mi voltról beszélünk, akkor ennek az isteni mi voltnak a felfogása ez csökkenti az édességet. So it has to relate to ordinariness. Tehát kell, hogy a közönségességhez kapcsolódjon. Obviously nothing we've talked about is ordinary. Persze semmi sem közönséges, amiről beszélünk. But we're not talking about God, but rather we're talking about cowherd boy or here sanyasi. De nem az isteni posztról beszélünk, hanem úgy beszélünk róla, mint egy tehénpásztor fiúról, vagy itt, mint egy szanyásziról. So the fact that these inconceivable, extraordinary, apparently divine things are present in a man. Tehát a felfoghatatlan, rendkívüli, különleges dolgok jelen vannak egy emberben. Makes it sweet. És ez édessé teszi. And one place where that sweetness really comes is in the smile. És az egyik hely, ahol ez az édesség megnyilvánul, az a mosoly. So we just, you know, immediately respond, oh, that's so sweet. Akkor valaki someone mosolyog, smiles at you. Rögtön mondjuk, hogy de édes. So now of Chaitanya Mahaprabhu, it's not just a smile, but everything to do with him, this extraordinary human sweetness comes through. Tehát Chaitanya Mahaprabhuból mindenen keresztül megnyilvánul ez a rendkívüli szépsége. Obviously it's in his face. Természetesen megnyilvánul az arcán. It's in his speech. A beszédében. Even the kind of words he uses. Abban, amilyen szavakat használ. The accentuation, the expression. A hangsúlyán, a kifejezés módján. The motivation behind it. A mögötte lejlő motivációban. So it makes his speech very, very sweet. És ettől a beszéde nagyon-nagyon édes. I gotta move faster than this. Gyorsabban kell haladnom. His character is very sweet. A jelleme nagyon édes. It comes out in his dancing. És ez kijön a táncában. The movements, the gestures, just his singing is very sweet. A mozdulatok, a gesztusok, az éneklése nagyon édes. Eating. Az evése édes. I'm just looking up at a picture of Lord Chaitanya feasting with devotees. De hogy ott van egy képünk, hogy az Úr Chaitanya lakomázik a baktákkal. So, and his joking. És ahogy tréfál. Jokes are, Lord Chaitanya would joke. Az Úr Chaitanya szeretett tréfálni. Prabhupada joked a lot. Prabhupada sokat tréfált. You can't, got it, in material world, Kali Yuga, without joking, it's... Az anyagi világban, Kali Yugában, viccek nélkül. So we have to joke. Kellenek a viccek. So everything is sweet to do with Lord Chaitanya. Tehát minden édes, ami az Úr Chaitanyával kapcsolatos. A devotee's opinion is that Chaitanya Mahaprabhu's smiling cheeks are the sweetest thing. De a baktáknak az a véleménye, hogy az Úr Chaitanya mosolygó arca a legédesebb dolog. So the smiling cheeks of his smile, well anyway, the smiling cheeks, obviously, they are the sweetest thing. Tehát a mosolygó arcán az arca, tehát ahogy a mosolyog az arca, az a legédesebb dolog. And we also have experience that that type of communication really comes out in smiling. És van ez a tapasztalatunk, hogy ez a fajta kommunikáció a mosolyon keresztül mennyire átjön. Lord Chaitanya's smile is very, very special. Az Úr Chaitanya mosolya nagyon-nagyon különleges. So Krishna's smile is
red on black. Amikor Krishna mosolyog, akkor a piros van feketén. Chaitanya Mahaprabhu is red on gold. Amikor Chaitanya Mahaprabhu mosolyog, akkor piros van az aranyon. They're both very, very beautiful. Mind a kettő nagyon-nagyon gyönyörű. They both contrast. In this case, in Krishna's case, the red contrasts on the black. Mind a kettőnél ott van ez a kontraszt. Krishna esetében a piros és a fekete. Or rather, the black contrasts the red. Tehát a fekete ad kontrasztot a pirosnak. And here the red contrasts the gold. És itt a piros ad kontrasztot az aranynak. We've got a lot of verses. Here's another verse. Itt egy másik vers. Madura maduram vapurasya vivo, madura maduram vadanam maduram, madugandim ridasmritam mataddaho, madura maduram maduram maduram. This is different than the Madurashtaka. Ez más, mint a Madurashtaka. This is by Bilva Mangala Thakur. Ezt Bilva Mangala Thakur. Anyone know this verse? Tudja valaki ezt a verset? Oh, two people, look. Almost. Two and a half. Okay. That's the translation that's there, oh my Lord. This oh my Lord really means oh Lord. Ez az ó uram, ez igazából azt jelenti, hogy ó úr. It's meant to be an exclamation. Ez egy ilyen felkiáltás. Otherwise, who's the Lord? Különben ki az úr? You're talking about Krishna as it is. Krishnáról van szó. The transcendental body of Krishna is very sweet, and his face is even sweeter than his body. But his soft smile, which has the fragrance of honey, is sweeter still. Ó Uram, Krishna transzcendentális teste nagyon édes, és arca édesebb még a testénél is. Szerint mosolya azonban, amely úgy illatozik, mint a méz, még ennél is édesebb. Okay, so if we have a look at what's Krishna's face like, ha megnézzük, hogy milyen Krishna arca. Chaitanya Mahaprabhu's face. Chaitanya Mahaprabhu arca. Now we're not talking about Krishna, we're talking about Chaitanya. Nem Krishnáról beszélünk, Chaitanya Mahaprabhuról beszélünk. And very often it's compared to the moon. És nagyon gyakran egy holdhoz hasonlítják. So they call his moon-like face. Azt mondják, hogy a holdfény arca. Raghunath Das Goswami, he says, if you see the face of Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Das Goswami azt mondja, hogy ha meglátod Chaitanya Mahaprabhu now arcát, says, if you see the moon-like face of Chaitanya meglátod a holdfényszerű arcát Chaitanya Mahaprabhunak, then you will spit on the moon. Akkor köpni fogsz a holdra. Acharyas can sometimes be very extreme. Az ácsérek néha nagyon extrémül fejezik ki magukat. Shastra is sometimes very strong. Sásra néha nagyon erőteljesen mond dolgokat. Probably the most extreme expressions are found by Prabodhananda Saraswati Thakur. Az egyik személy, aki a legextrémebben fejezi ki magát, ez valószínűleg Prabodhananda Saraswati Thakur. He gets very, very extreme. Nagyon extrém kijelentései vannak. Try and take me out of Vrindavan, I'll kill you. Hogyha ki akarsz vinni Vrindavanból, megöllek. I'm not saying, that's what he's saying. Nem én mondom, and, ő mondja. And other things like that. És más hasonló dolgokat. So, better a murderer who's a Brijbasi than a pious philanthropist who's not a Brijbasi. Jobb egy Brijbasi gyilkos, mint egy jámbor jótevő Vrindavanon kívül. I'd rather live in a pit of snakes in Vrindavan than live in a palace outside of Vrindavan. Inkább kígyók barlangjában élek Vrindavanban, mint egy palotában Vrindavanon kívül. Extreme to the extreme. Extrémül extrém. So, yes, Lord Chaitanya's face compared to the moon. Anyway, if you let your imagination go, you can see the difference between the two. Tehát az Úr Chaitanya arcát a holdhoz hasonlítják, és hogyha megnézed, akkor látszik a különbség a kettő között. The moon has pot marks. A holdon vannak jelek, foltok. Just now we just had a super pink moon. Most volt egy szuper rózsaszín hold. Although we didn't see any moon because it was a cloudy night. Habár nem láttuk, mert felhős volt az éjszaka. Super pink, a full moon. Super rózsaszín teli hold volt. Pink or not, it still got faults, but there are no faults on Lord Chaitanya's
Goldstein is like a spotless complexion. De még mindig vannak a Holdon foltok, és az Úrcsétanya pedig folttalan az arca. And the moon waxes and wanes. És a Hold az fogy meg megtelik. A Lord Chaitanya's face doesn't wax or wane. De az Úrcsétanya arca nem. And you can only see it at night. És a Holdat csak éjszaka lehet látni. Or even if you see it during the daytime, you know, it's not really much more than a cloud. Hogyha nappal nézzük, akkor nem látunk többet, olyan, mint egy felhő. Lord Chaitanya's face, if you get to see it, then you can see it day and night. De az Úr Chaitanya arca, ha tudod látni, akkor éjjel-nappal lehet látni. So, Chaitanya Mahaprabhu's smile is obviously connected to his lips. Chaitanya Mahaprabhu mosolya persze összefügg az ajkaival. So I'm just going to go from his face. We sort of looked a little at the sweetness by what it's not, namely that the moon really doesn't do it justice. Tehát ugye az arcáról beszéltünk, és arról, hogy milyen nem az arca, vagyis hogy a hold igazából nem tudja teljesen kifejezni, hogy milyen. Now, banduka flower, unless you live in India, we're not used to banduka flowers in the West. Vannak a banduka virágok, hogyha nem laktál Indiában, akkor nem ismered, nyugaton nincs nekünk ez a banduka virág. And then obviously the lips are not as beautiful as banduka flower, but here we just get an idea that this is part of the Lord's creation and it's sort of a vector to give us an idea of how to envisage something. És persze nem mondhatjuk azt, hogy az Úr ajkai olyan szépek, mint a banduka virág, csak itt megint van egy ilyen hasonlat, amikor nézünk valamit az anyagi világból, hogy egy kicsit el tudjuk képzelni, hogy milyen But az Úr. But they're reddish. De minden esetre pirosas színű az ajka. It's like bimba fruit you're very familiar with, but who's seen bimba fruit? Mint ahogy a bimba gyümölcsről is sokszor van szó, de kilátott már köztetek bimba gyümölcsöt. Google, you can Google it, and you can get an idea of what they look like. Persze Google keresővel meg lehet nézni, hogy hogy néz ki. This banduka flower also, in terms of yoga, and in terms of the people who do chakra, kundalini, it relates to the heart chakra. És ez a banduka, hogyha akik csinálnak jogát, kundalini jogát, akkor ez a szív csakrához kapcsolódik. And of course, what's in Chaitanya Mahaprabhu's heart? That's his compassion. És persze mi van Chaitanya Mahaprabhu szívében? A színe. So the sweetness that comes in his lips manifests not just in the beauty and the color, but also his compassion shines through. Az ajkaiban rejlő szépség az megnyilván, vagy a szín az megnyilvánul a szépségében és a könyörületességében is. So when someone smiles on you, but it's not because there's different types of smiles. És amikor valaki rád mosolyog, akkor többféle mosoly van. So they just, you know, someone just maybe smiling just to reassure you or something, but here's a smile which is a smile of love, a smile of compassion and well-wishing. Van, amikor valaki rád mosolyog, és akkor csak így meg akar erősíteni valamit benne, de itt egy igazi szeretetteli, jó akaró mosolyról van szó. He doesn't have to strain it, because it's just a natural outpouring of the heart. És ezt nem kell erőltetnie, mert ez természetesen árad a szívéből. And obviously Lord Chaitanya's lips show their beauty and sweetness when he speaks. És az Úr Chaitanya ajkainak a szépsége főleg megnyilvánul, amikor megszólal. So they're the gateway to his extraordinary teachings. Ez a kapu az ő csodálatos rendkívüli tanításaihoz. And also his singing. És az éneklése. Gai Gaura Madhu Swari. When the beautiful voice of Chaitanya Mahaprabhu, the beautiful songs that he sings. Chaitanya Mahaprabhu gyönyörű hangja és a gyönyörű dalok, amiket énekel. And then you can see his teeth. És akkor láthatóak a fogai. Very, very beautiful pearl-like teeth. Nagyon gyönyörű, gyöngyszerű fogai vannak. Lord Chaitanya's teeth are not large. They're sort of not small, but they're smaller, medium size. Az Úr Chaitanya fogai nem nagyok, nem kicsik, hanem olyan közepes méretűek. And he doesn't have to go to the dentist. És nem kell fogorvoshoz járnia. His teeth are always perfect. Fogai mindig tökéletesek. And of course,
Chaitanya Mahaprabhu, as I mentioned, he also, when he's joking, he's laughing, then that's the other aspect of his lips and his mouth. És persze, hogy említettem, az Úr Chaitanya szeretett tréfálni és nevetni, és akkor is megnyilvánulnak az ajka és a szája. You can't talk about Krishna or Lord Chaitanya without talking about his eyes. És nem beszélhetünk se Krishnáról, se az Úr Chaitanyáról, anélkül, hogy a szemeiről beszélünk. And we always have these comparisons to lotus eyes. És mindig van ez a hasonlat, lótusz szemekhez hasonlítják. Although ladies' eyes, gopis' eyes, for instance, are often compared to the eyes of does, as opposed to eyes, lotus eyes. Hölgyeknek, gópiknak az szemeit sokszor őzekhez hasonlítják, nem lótuszhoz. It's a beautiful picture. Ez egy gyönyörű kép. And I'm moving my own here. So as with the lotus feet, they're much more than the lotuses. Tehát mint a lótusz lábak, sokkal többek a lótusznál. But at least the form is similar. De a forma hasonló. Reddish in the corners. Pirosas a sarkuk. Always full of tears. Mindig teli van könnyel. Tears of love for Krishna. A Krishna iránti szeretet könnyeivel. Tears of compassion for conditioned souls. A feltételekhez kötött lelkek iránt érzett könyörületesség könnyeivel. Now we're getting a good view of Chaitanya Mahaprabhu. És itt jól látjuk Chaitanya Mahaprabhu. And although here he's got a shaved head, he looks really young for being over 24. És itt bár borotvált feje van, nagyon sok fiatalabbnak néz ki a 24-nél. This looks a little youngish. Although it seems like, at least from one biography that I read, that at the time of his wedding, Lord Chaitanya shaved. Úgy tűnik, hogy az egyik életrajzból, amit olvastam, hogy az esküvőjekor az Úr Chaitanya leborotválta a haját. That's what it sounded like in the translation. Legalábbis a fordításból ez jött át. We're getting a close-up view of Chaitanya Mahaprabhu's eyes here. És itt közelebbről látjuk Chaitanya Mahaprabhu szemét. And I think you're seeing that online, right? Yeah. Not many people got up that close. Nem sokan tudtak ilyen közel kerülni hozzá. But some did. De volt, aki igen. Ramananda Roy, Swarup Damodar, Sarvabhauma Bhattacharya, they were face to face with the Lord Chaitanya. Ezek a bakták mind ott álltak szemtől szembe az Úr Chaitanyával. And especially at night, when they were in the Gambhira, then these two associates, Lord Chaitanya would literally be looking them in the eye. Főleg éjszaka a Gambhirában az Úr Chaitanyának ez a két társa szó szerint az Úr Chaitanya szemükbe nézett. And so of course Chaitanya Mahaprabhu's eyes would sometimes reflect the pain of separation, sometimes the joy of meeting with Krishna. És persze Chaitanya Mahaprabhu szemei néha az elkülönülés fájdalmát tükrözték, néha a Krishnával való találkozás örömét. But always very, very beautiful. De mindig nagyon-nagyon gyönyörű volt. And then one thing is to see the eyes. És egy dolog látni a szemét. And the other is when the eyes see you. És a másik, amikor ezek a szemek látnak téged. So that's also something that we read about. Erről is olvasunk. Kataksham. Sabhavam eva gaurastum na. So when the glance of the Lord falls upon you. Amikor az Úr rád veti a pillantását. And Chaitanya Mahaprabhu's glance could give you just immediately love of God. És Chaitanya Mahaprabhunak a pillantása azonnal meg tudott áldani az Isten szeretettel. Or so many other things. Vagy annyi minden mással. To have been in that situation, and now imagine these Lord Chaitanya is walking on the road, and these people are there, and he's looking at them. És képzeljétek el, az Úr Chaitanya megy az úton, és ott vannak ezek az emberek, és az Úr Chaitanya rájuk néz. So we're not getting a chronicle of all the thousands, tens of thousands of people that Lord Chaitanya is meeting as he's going along.
Nincs leírás azokról az ezrekkel, akikkel találkozik az Úr Csétanya, több tízezer emberrel, ahogy megy az úton. They have the opportunity to see, because when you look at somebody, especially now, if I'm looking with everyone's mouths covered, all I get to do is see their eyes anyway. És amikor ránézel valakire, akkor látod a szemét, főleg most, hogy mindenkinek el van takarva a szája, főleg a szemeteket látom. This is like a new pastime, trying to figure out who's who just from their eyes. Ez úgy egy új kedvtelés, hogy rájönni, hogy ki kicsoda csak a szemét látva. It's a good thing I more or less know who wears what type of sari, at least for the ladies. Lehet, hogy jó, hogy legalább tudom hogy nagyjából, hogy ki milyen szárit szokott hordani legalább a hölgyeknél. But anyway, What do you look at when you look at someone? Usually it's the eyes that catch you because the eyes are what looking at you. Amikor valakire ránézel, akkor igazából a szeme az, ami megragad, mert a szeme néz rád. So to get this glance of Chaitanya Mahaprabhu, how fortunate people were. Hát ez, hogy Chaitanya Mahaprabhu valakire rápillantott, milyen szerencsések voltak ezek az so emberek. Here's this verse by Rupa Goswami. He's talking about this glance of Chaitanya Mahaprabhu's beautiful eyes. Van ez a vers Rupa Goszvámitól, ami Chaitanya Mahaprabhu gyönyörű szeméről szól. Smita loka shokam harati jagatam yasya prito giram tu praramba kushala patalim palavayati pradalamba kamva pranayati nahi prema vivaham nivaham sadevas chaitanya kritir atitaram na kripayatu. May the Supreme Lord, and we won't read the Hungarian, in the form of Sri Krishna Chaitanya bestow his causeless mercy upon us. His smiling glance at once drives away the bereavements of the world. His words enliven the auspicious creepers of devotion and expand their leaves, and his lotus feet at once awaken love of God. So the Hungarian is also as well. His smiling glance. Smita loka, his eyes are smiling also. So not only his lips are smiling, his eyes are smiling. And what happens when you get that glance? All your problems are over. Az ajka mosolyog, és akkor mi történik, amikor valakire így rápillant, minden problémája eltűnik. So that's the blessing that we need from Chaitanya Mahaprabhu. Ez az áldás, amit akarunk kapni Chaitanya Mahaprabhutól. And sometimes it's always said his sidelong glance. Sokszor azt mondják, hogy ez a szeme sarkából vetett pillantás. In other words, there's a straight on glance. Valamikor valaki someone's looking straight at you. Valaki egyenesen rád néz. Someone is just incidental, they're just looking at you at the corner of your eyes. És valamikor valaki csak így a szeme sarkából néz valahova. It's a lesser glance. Ez egy ilyen kevesebb. In other words, the idea is that even that glance, even if he's just accidentally or just casually looking. Nem egy ilyen fókuszált rádnézés, hanem csak valaki úgy véletlenszerűen, ugye szeme sarkába rád pillant. All your problems are over. Már ettől is minden problémád eltűnik. Then we move on to Lord Chaitanya's form. És aztán az Úr Chaitanya formájáról beszélünk. Which is described like a, and I'll just describe some of the features of that form. És egy kicsit beszélek ennek a formának a részleteiről. Once again we're back to the moon. Megint a holdról van szó. Because he has a fair form. Mert világos a testszíne. And the moon is fair. És a hold is világos. So it's considered to be like a throne of which the face, the moon of the face is the king. Úgy írják le, hogy az Úr Csétanya olyan, mint egy trón, és az arca a király, a holdak királya. And there, but there are other moons. De vannak más holdak is. And then keep in mind what the analogy of the moon is. Tartsátok észben, hogy mi is volt a hold hasonlatunk. He has two rosy cheeks. Van két pirosos orcája. Golden complexion, but his cheeks are rosy. Aranyszínű, de az arca az ilyen rózsaszín. And those are two more moons. És az is olyan, mint két hold. And his forehead is half a moon. A homlok olyan, mint egy fél hold. And then he has all the nails on his hands. És aztán vannak a kezén az ujjain a körmei. I won't ask everyone to show me their fingernails. But nem fogom mondani, hogy mutassa meg mindenki a körmét. 10 here, 10 there makes 20. Van 10 a kézen, 10 a lábon, az 20. And then there are all the
different spots of sandalwood pump on his body, there are also moons. És aztán a különböző szantálpép foltok a testén is olyanok, so mint a holdak. The body is like a place where there's many, many moons. Tehát a teste olyan, mint hogyha rengeteg hold. So we say the sky, night sky is beautiful when there's a lot of stars. Szokták mondani, hogy az éjszakai ég akkor gyönyörű, amikor tele van csillagokkal, de csak egy hold van. Now, here we're talking about a sky that has many moons. De most itt egy olyan égről van szó, ami sok hold van. So I spoke about Lord Chaitanya's stature. Már beszéltem az Úr Chaitanya testalkatáról. Anyway, for me it's very, I remember meeting some big people. Emlékszem, hogy találkoztam nagy darab emberekkel. Especially when we're doing Sankirtan in Chicago. Főleg amikor Chicagóban szankirtanoztunk. And the Chicago basketball team would come through. És jöttek a chicagói kosárlabdázók. It wasn't just one big people. Then you get the idea what 7.5 feet is. Akkor az ember úgy kezdi elképzelni, hogy milyen is az, amikor valaki 7.5 feet. I mean, that's really big, 7.5 feet. But usually these are like between 6.5 and 7 feet tall. Tehát általában 6.5-7 láb magasak. Of course, they're mostly black complexion, but they're the ones who are the tallest. Others as well. De a többiek is. It's imposing. I mean, you know, when you stand up, and I'm tied down here, and they're like up there. This is just so much. It's like half. So they're like that. Képzeljétek el, amikor valakinek a jelenlétében vagy, amikor állva itt valaki mondjuk így eddig ér, 2.3 méter. This is 7 feet. Ez itt 7 láb. And then go just a little higher than I can reach. És akkor még egy kicsit magasabban. And that means it's proportionally like this. És közben meg az egész testük arányosan nagy. And everybody else is about this high. És mindenki más, meg körülbelül ekkora. So Lord Chaitanya isn't walking around in Europe, he's walking around in India. Lord Chaitanya nem Európában vándorolt, hanem Indiában. So the devotees called him a golden mountain. Úgy hívták a bakták, hogy egy aranyhegy. So compared to them, he was like a mountain. Hozzájuk képest olyan volt, mint egy hegy. There's a technical name for Chaitanya Mahaprabhu's form, which is called Nyagrodha Parimandala. Van egy technikai elnevezése az Úr Chaitanya formájának, ami a Nyagrodha Parimandala. Parimandala. Which means Prabhupada gives the measure, this is a cubit. Ez egy könyök. So someone who by the breadth of his own hand is 4 cubits, excuse me, from here to here. Tehát az Úr Chaitanya a saját kezeivel mérve is height and width. Négy könyöknyi a magassága és a szélessége. Anyway, that's what Prabhupada says. I mean, the height. Magasság. Height seems to. Anyway, I'm sitting down. I can't measure it. But width, and that means he's as wide as he is high. A szélesség az viszont azt jelenti, hogy olyan széles, mint magas. I don't know what whether that means. Shoulders, I can't imagine it. Nem tudom, a válla, azt nem tudom elképzelni. Probably around. Lehet, hogy körbe. Anyway. So, and he's also Ajanalumbita Bhujo. His arms reach down past his knees. A lot of standing up going on here. Hosszabbak, tehát jobban leérnek a térdeinél. This is as far as knees, my arms go. Nekem eddig ér a karom. So his arm, this is my knees over here. Itt van a térdem. They go beyond the knees. És az ő keze tovább ért a térdénél. So extraordinary features. Rendkívüli vonásai voltak. Shoulders, chest, like that of a lion. A válla és a mellkasa olyan volt, mint egy oroszláné. Don't have any pictures of lions, but Google it and then you get an idea. Képünk oroszlánról, de nézzétek meg az interneten. And this waist also, very tapered. Tapered comes in. És a dereka pedig ilyen így beszűkül. That's why sometimes he's called Chaitanya Singha.
Ezért hívják néha úgy, hogy Chaitanya Simha. So here are some relative dimensions for those who want to draw Lord Chaitanya. Úgyhogy itt van néhány relatív méret, hogyha valaki megnézi. Actually, if you look at Krishna's in Nectar of Devotion, then you get a detail, more detail. Krishnáról az odaadás nektárjában van több részlet. But he has some are broad, some features are broad, some are short, some are deep, some are high, some are fine. Valami széles benne, valami rövid, valami mély, valami magas, valamilyen kifinomult. His fingernails are fine. A körme ilyen finomak. And then he has reddish, so we know that. He has reddish parts in his body. És tudjuk, hogy bizonyos testrészei ilyen pirosas színűek. So his eyes, his palms, his soles, his palate, his lips, his tongue, his nails. A szemei, a tenyere, a talpa, a szája, az ajkai és a nyelve és a körmei. And then, like Krishna, he has marks on his palms, feet. És Krishnához hasonlóan neki is vannak jelek a tenyerén, a talpán. He has additional marks. Vannak plusz jelek. So, Chaitanya Mahaprabhu has 36 marks on his two hands. Chaitanya Mahaprabhu kezén 36 jel van. And 32 total on his feet. És összesen 32 jel van a lábán. You can look to see if you got any on your feet. Megnézhetitek, hogy a ti lábatokon van-e. Some auspicious people will have some marks, some of these marks. Kedvező személyeknek vannak kedvező jelei. We're happy if we got good karma on our palms. Örülünk, hogyha tenyerünkön jó karma van. What to speak of if we got any marks. Hogy jelek vannak, erről ne is beszéljünk. And of course here one thing that we should keep in mind, the dharma of a sannyasi like that of a cowherdman is to go barefoot. És ne felejtsük el, hogy egy szanyászi darmája az, hogy mint egy tehénpásztor mezítláb megy. Although we have Lord Chaitanya's shoes are there in Puri, his paduka. Persze az Úr Chaitanyának volt cipője is, ami megvan, papucsa, ami megvan, ez a paduka Puriban. You know, the type with just a peg in between the first two toes. Csak a két lábúj között van ez a kis tüske. But this other part of Chaitanya Mahaprabhu's is that he's walking, and he's walking in his bare feet. De amikor Chaitanya Mahaprabhu így ment, akkor mezítláb ment. That means that his mark, just like Vrindavani, Pati Bhuvibhuvo, in Bhagavatam is described how by walking on the earth barefoot in Vrindavan, marks of Krishna's feet were there. A Bhagavatam leírja, hogy amikor Krishna mezítláb járt Vrindavanban, akkor a lábának a nyomait mindenhol lehetett látni. Now the animals of Vrindavan, they made the point of not stepping on Krishna's footprints. És az állatok pedig nagyon óvatosak voltak, mindig úgy mentek, hogy ne lépjenek rá Krishna lábnyomaira. It must have been quite interesting because after so many years, the Krishna's footprints are everywhere, so they're just like hopping from one place to another. Ez biztos érdekes volt, mert az évek után minden telé lehetett Krishnának a lábnyomaival, és akkor itt szökelni kellett ide-oda köztük. But with Chaitanya Mahaprabhu it was a little different. De Chaitanya Mahaprabhuval egy kicsit más volt. People were coming from behind and they were scooping all the dust up from his feet. Az emberek jöttek mögötte és szedték fel a port a lábnyomaiból. So much so that part of the problem of Lord Chaitanya's parikrama is that people would make holes in the road as he was going following him. Az egyik probléma ez volt az Úr Chaitanya parikramájával, hogy az emberek ilyen gödröket ástak, ahogy mentek mögötte. Anyway, I'm sure Maharaj Pratap Rudra took care of it. Biztos vagyok benne, hogy Pratap Rudra valahogy gondoskodott. So they would dig holes where Lord Chaitanya was standing. Mert ahol állt az Úr Chaitanya, ott ez volt. And one very interesting statement that I read, it may have been from Kavi Karnapur. És volt egy nagyon érdekes kijelentés, amit olvastam, azt hiszem, a Kavi Karnapurtól. That
When Lord Chaitanya is, as we know, Vipralamba Bhakti personified. Ugye tudjuk, hogy az Úr Chaitanya a Vipralamba Bhakti megszemélyesülése. So he said, when Lord Chaitanya stepped down, then the earth knew what meeting with Krishna was like. Akkor azt mondják, hogy amikor az Úr Chaitanya lelépett, akkor tudta, hogy milyen a Krisnával való találkozás. And when he lifted his foot up, then the earth experienced separation. Amikor felemelte a lábát, akkor a föld elkülönülést érzett. So the earth was constantly experiencing this meeting and separation. És így a föld állandóan tapasztalta ezt a találkozást és elkülönülést. Now, if an acharya didn't explain this, all we were thinking is Lord Chaitanya is walking along. Hogyha egy ácsárja ezt nem magyarázta volna el, akkor mindig csak úgy az lenne az elképzelésünk, hogy az Úr Chaitanya úgy sétált. Aside from the people, he's also teaching Bhumi Devi how to experience Vipralamba. De azon túl, hogy az embereket tanította az Úr Chaitanya, Bhumi Devit is tanította arra, hogy hogyan tudja megtapasztalni a találkozást is a Vipralambát. So it looks like he's just walking, but there's a lot more than meets the eye. Úgy néz ki, mintha csak sétálna, de sokkal több minden történik, mint ami látható. At least it meets my eye, but Kavi Karnapur then sees more. Legalábbis, mint amit az én szemeim látni tudnak, Kavi Karnapur sokkal többet lát. The last feature of Chaitanya Mahaprabhu's beauty that I want to touch, and I'm just sort of moving on because as usual time was moving on. És az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni az Úr Chaitanyával kapcsolatban, és haladok, mert az idő halad. And that's the most obvious one, the one that we always refer to, and that's his complexion. És ez az, amiről mindig beszélünk, ami a test színe. Now even, we're going back. Go to the next picture. Now this is, the other marks are gone. A többi jel az eltűnt. Lord Chaitanya walked all over India. Good luck, find his footprints somewhere. Az Úr Chaitanya bejárta Indiát, hát sok szerencsét, hogy megtalálta lábnyomait. Find the marks of his feet. The beautiful marks of Lord Chaitanya's feet. Lábainak a gyönyörű lenyomatát. But, and we talked about this, so I won't get into detail, but here is a mark that's there to stay. De erről már beszéltünk, és itt van egy olyan lenyomat, ami megmaradt. And I advise the devotees to go see it. És javaslom a baktáknak, hogy menjenek el és nézzék meg. There's charanamrita in every part of his body. Van charanamrita a teste minden részében. If you can somehow or another convince the local pandas to leave you alone. Hogyha valahogy meg tudod győzni a helyi pandákat, hogy hagyjanak békén. Then either you get there before they get there, or you take a lot of money with you and you. Yeah, give them all bakshish. Aminek két módja van, vagy előbb odaérsz, mint amikor ők jönnek, vagy nagyon sok pénzt viszel magadnak, és lefizeted őket, adsz egy bakshish. They call it dakshina. Vagy ők dakshinának hívják. You can get an idea of the size of Chaitanya Mahaprabhu's body here. Akkor lehet egy elképzelésed, hogy milyen hatalmas volt Chaitanya Mahaprabhu teste. Here's the imprint of the Lord's body. Itt van az Úr testének a lenyomata. And his love has melted that stone. És a szeretetétől megolvadt ez a kő. So that we could see that yes, it is like that. You want proof? Here it is. Hogy láthassuk, akarsz bizonyítékot? Itt van. You just have to brave the locals. Csak le kell fizetni a helyieket. And here is a statement from Shruti. És itt van egy Shrutiból származó kiállítás. Upanishads. Yada pasya pasyate rukmavarnam. So when one sees the golden colored Supreme Lord, the ultimate actor, controller and source of Brahman, one has attained the perfection of knowledge. Transcending both pious and impious activities, one becomes free from worldly bondage and enters the Lord's divine abode. Just see him, and you become liberated. Csak meglátod és felszabadulsz. So yada pasya pasyate rukmavarnam, he's called rukmavarnam, it's called the complexion of gold. Rukmavarnam, aranyszínű.
Shastra give different this complexion of gold. You have to take it also as a analogy. Ezt az aranyhoz való hasonlítás is egy analógiának kell venni. I mean, first of all, gold is metallic. Először is az arany az egy fém. So it isn't that Chaitanya Mahaprabhu has a metallic gold. I'm just looking around for some gold, but here's gold. De csak itt nézelődök, hogy hol van valami arany. Az Úr Chaitanya teste nem ilyen fém arany. So rather the golden that generally we get more qualified is actually a fair. I've seen in the West. I see it sometimes in Italians. I've seen some men or ladies who really have this olive golden color. Tehát arról beszélünk, hogy ilyen világos a színe, és láttam ezt a színt néha olaszokban, férfiakban, nőknek, hogy ilyen színük van. And I mean, I've seen it aside from Italian people. Néha olaszokon látom. No, I've seen it from others than Italians. Másokon, mint olaszokon. But it's also yellow. Pita is also being used as a word. Használják ezt a szót is, hogy pita vagy sárga színű. And then of course molten gold, non-blackish. És aztán olvadt arany, és azt is mondják, hogy nem fekete. So of course this here's Krishna. Now Krishna's covered himself. Jiva Goswami uses this term that Krishna has covered himself with the complexion of Srimati Radharani. Jiva Goswami ezt a kifejezést használja, hogy befette magát Krishna Srimati Radharani színével. And that way he hid from people in general. És így módon elrejtőzött az emberek általános tömege elől. Hiding from devotees, that he doesn't do a good job of. A bakták elől nem volt sikeres ez az elrejtőzés. So, ultimately, it's like Ramananda Roy. He, you know, says this. Well, what is it that I'm actually seeing here? Can you explain it to me? Mint Ramananda Roy mondta, hogy mi is ez, amit én itt igazából látok, elmagyaráznád? Sanatan Goswami was the same thing. Krishna Varnam Fissa Krishna. So the complexion is a Swarup Lakshan, and that's the Yuga avatar for the age. Sanatan Goswami is mondja ezt a Krishna ezt a verset is, hogy a Yuga avatárnak a színe mi ebben a korban. And so Lord Chaitanya sort of cuts him off before Sanatan Goswami says, so that's you, right? És akkor az Úr Chaitanya így megállítja, mielőtt Sanatana Goswami mondaná, hogy te vagy az, ugye? And this golden complexion, it shines. Which is az arany szín, ez ragyog. So, you can think of it as gold, you just see this person from a distance, and he's glowing. He also has an aura. És ezt a távolból is lehet látni, neki is van egy ilyen aurája, egy sugárzik. People like talking about auras nowadays. Manapság az emberek szeretnek auráról beszélni. You know, I can see your aura. Látom az aurát. Here everyone can see his aura. You don't have to know any hocus pocus. Everyone can see their aura. Az ő auráját mindenki láthatta, nem kellett hozzá nagy hocus pocus. And he's effulgent and he's glowing and his complexion. És ragyogó, és sugárzik, és van ez a testszíne. So what happens when, you know, you see a light? Mi történik, amikor látsz egy fényt? A light is usually something that you go towards. A fény egy olyan dolog, ami felé tartunk általában. Moths, now we're getting into bug season. Ja, mint a molylepkék, most kezdődik a bogaraknak az időszaka. So, nighttime, they start coming through the windows and all the holes in the. You find out where the holes are in your house. Éjszaka jönnek, és minden lukon keresztül be tudnak jönni, így meg lehet nézni, hogy hol vannak lukok a házadban. So that Chaitanya Mahaprabhu's complexion is also meant to be attracting. It's attracting the conditioned souls. A Chaitanya Mahaprabhu-nak a testszíne is arra van, hogy vonza a feltételekhez kötött lelkeket. Really, it says this way. Így igazából így jelzi, hogy erre gyertek. You see the sign,
It says on the road, that way, this way. Mint amikor látok egy táblát, ki van írva, hogy erre kell menni. So when you see Chaitanya Mahaprabhu and you see his effulgence, it's a sign. It says, you know, this way. Mikor yes. látod az Úr Chaitanyát, látod a ragyogását, akkor ez egy ilyen jel, hogy erre. It's like a lighthouse. In the lighthouse in a storm on the ocean, then when the boats see the lighthouse, then the captain says, that's the way. Mint egy világító torony, amikor valaki a tengeren van, és akkor meglátja a világító toronyot, akkor a kapitány mondja, hogy arra kell menni. Now at the rate I'm going right now, I could run into next week, but I'm not going to do that. Amilyen tempóban most haladok, átnyúlhatna ez a lecke a következő hétre, de ezt nem akarom. I'm going to move forward quite fast. Gyorsan fogok menni tovább. Chaitanya Mahaprabhu's beauty also includes different ornaments. Az Úr Chaitanya szépségéhez hozzátartoznak a díszei is. And though, technically speaking, actually ornaments are, he's the ornament of ornaments. Bhushana Bhushanam. És valójában az Úr Chaitanya a díszek dísze. And this is described in the Bhagavatam. Erről szól a Bhagavatam. But as I mentioned before, in Grihastha Ashram, he's decorated with ornaments. De ahogy említettem, a Grihastha Ashramban díszek díszítik. In Sannyas Ashram, actually, he really has his cloth that he wears, saffron colored dhoti. A Sannyas Ashramban ezt a sáfrán színű ruhát viseli. So some of the ornaments that you may consider are actually decoration type ornaments and clothing. Tehát a dísz, amire gondolhatunk, az ékszerek is és a ruha is. But more significant are Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic symptoms. De még fontosabb díszei Chaitanya Mahaprabhunak az ecstatikus szimptomái. His personal characteristics. A személyes jellemzői. His pastimes. A kettelései. These are all part and parcel of his beauty and contribute to his beauty. Ezek mind szerves részei a szépségének. As far as different ornaments that the Lord wears, és ami a különböző díszeket illeti, amiket az Úr visel. You know, sannyasis don't wear ornaments. Sannyasik nem viselnek díszeket. But Vaishnava sannyasis are a little different than Mayavadis. De a Vaishnava sannyasik egy kicsit mások, mint a Mayavadis. So Chaitanya Mahaprabhu, he aside from sandalwood pulp from Jagannath. Tehát azon túl, hogy Chaitanya Mahaprabhu viselt szantálpépet Jagannáttól. Garlands. Virágfüzért. He would also have a thread. I don't know whether Jagannath wears a Brahmin thread. Nem tudom, hogy Jagannath visel-e Brahmana zsinort. Does anyone know? Tudja valaki? I don't know. Krishna certainly has a thread. But anyway, he would wear some thread. It may be whatever thread that gets regularly worn, he would wear it around his arm or his wrist. De minden esetre az Úr Chaitanya is viselt ilyen maradék zsinort a karján vagy a csuklóján. So that's a bona fide thing to do, authorized thing to do. Ami egy hiteles dolog. And he would receive lot of gifts of Jagannath's cloth. És sokszor kapott ajándékba Jagannáttól ruhát. Now he would just respect those, touch him to his head, put him on his shoulder. És a tiszteletét ajánlotta neki, a fejéhez érintette, a vállára tette. And then he would just give that to devotees. És aztán odaadta a bakták. But in the meantime, they were his ornament, they were what he was decorating him. De közben ezek a díszei voltak. So these are some of the things that beautified, you could say, quote unquote, Lord Chaitanya. Tehát ezek voltak olyan dolgok, amik díszítették az Úr Chaitanyát. Although if you look at this next verse here, which Uddhava spoke to Vidura. Hogyha nézitek ezt a következő verset, amit Uddhava mondott Vidurának. And the last time he says, param param bhushanam bhushanangam. És ez az utolsó sor. And you look at the last verse of the translation. He says, thus his transcendental body is the ornament of all ornaments. És ez a vége, hogy Sri Krishna transzcendentális teste minden ékesség éke. So it, like with lotus feet, lotus eyes, moon face, and so on,
Krishna does not need ornaments. Tehát, mint amikor beszéltünk a lótuszlábról, lótuszszemről, hold arcról, Krisnának nincs szüksége díszekre. He does not become beautified by ornaments. Őt nem szépítik meg a díszek. He beautifies ornaments. Ő szépíti meg a díszeket. And therefore ornaments become useful. És így lesznek a díszek hasznosak. Otherwise they're useless. Máskülönben haszontalanok. So that's one of the things, especially when we go to India, and there's all these jewelry shops. Ez az egyik dolog, amikor elmegyünk Indiába, és van ott ez a rengeteg ékszerbolt. And there's all these fat mussies in there with tons of gold on them everywhere. És ott vannak ezek a kövér masszik, és tonnányi aranyat viselnek. But actually that all belongs on Krishna. De igazából ez mind Krishnának. Then it has value. Otherwise, because he will beautify them. Mert az fogja megszépíteni azokat. They don't beautify him, he beautifies them. Nem ezek az ékszerek szépítik Krishnát, hanem Krishna szépíti meg az ékszereket. So when we see Radhe Shyam, the clothing doesn't beautify them, they beautify the clothing. Amikor nézzük Radhe Shyamot, akkor nem a ruha teszi gyönyörűvé Radhe Shyamot, hanem Radhe Shyam teszi gyönyörűvé a ruhát. And then it makes all the service of sewing clothes and dressing them in clothes worthwhile. És akkor így lesz értékes az a szolgálat, hogy valaki megvarja ezt a ruhát, öltözteti őket. What we read about is Chaitanya Mahaprabhu's ecstasies. És olvasunk Chaitanya Mahaprabhu extázisairól. Now these are a lot of sannyasis who wear saffron cloth. Sok sannyasi visel sáfrán színű ruhát. A lot of people have prasadam on their arms. És van prasadam a karjukon. Nobody exhibits these ecstatic symptoms. De ezeket az ecstatikus szimptomákat senki sem nyilvánítja. Some very rare souls would exhibit ecstatic symptoms. Néhány nagyon ritka lélek nyilvánít ecstatikus szimptomákat. But Vaishnavas never exhibit ecstatic symptoms in public. De a Vaishnavák sosem nyilvánítanak nyilvánosan ecstatikus szimptomát. So it's only in a rare situation that they lose control. Nagyon ritka helyzetben, amikor elvesztik az uralmat. Now, Chaitanya Mahaprabhu broke that rule. Chaitanya Mahaprabhu áthágta ezt a szabályt. So Narottam says rakoranga ride bahire. Keep your ecstasy internal. Don't externalize it. Narottam dasztákur mondja, hogy az extázisodat tartsd rejtve, ne engedd, hogy kívül megnyilvánuljon. Now Lord Chaitanya, He just broadcasted it everywhere. De az Úr-Csaitanya mindenhol terjesztette. Anyone, everyone could see. Bárhol bárki láthatta. And these ecstasies that manifest in his body, they were extraordinary. És ezek az extázisok, amik megnyilvánultak a testén, ezek rendkívüliek voltak. I'm going to stand up in a minute. I'm going to stand up. I'm just telling the cameraman. Here Lord Chaitanya would... Lord Chaitanya wasn't mic'd up. Lord Chaitanya nem volt mikrofon. He would put his left hand on his hip. A bal kezét a csípőjére tette. And his right hand up. A jobb kezét feltartotta. And he wasn't crooked like me. But he was... And he would... chant like that. És így énekel. Or at least that was something that Raghunath Das Goswami liked to write down about. Legalábbis Raghunath Das Goswami erről szeretett írni. He was there, seeing Chaitanya Mahaprabhu exhibiting these ecstatic symptoms. Ott volt, látta, hogy Chaitanya Mahaprabhu megnyilvánította ezeket az ecstatikus szimptomákat. Sometimes in his ecstasy, biting his lips. Néha az extázisában harapta az ajkát. And then of course there were so many symptoms of that ecstasy. És persze annyi szimptomája volt ennek az extázisnak. Shivering, hair standing on end. Remegés, a liba bőröset. Paleness. Elsápadt. Tears, endless tears. And the tears coming out like out of a syringe. És így spriccelt a szeméből a könny, mint egy ilyen fecskendőből. And of course sometimes Chaitanya Mahaprabhu would sing himself, and other times he would just prefer others sing and he would just dance. Néha ő énekelt, de általában szerette, hogy mások énekeltek, és ő meg csak táncolt. I've never read of Lord Chaitanya sitting down and chanting. Sose olvastam olyat, hogy az Úr Chaitanya leült és énekelt.
Because as soon as you start chanting, immediately you want to stand up and dance. Amint elkezdett énekelni, fel akart állni és táncolni. Always dancing. Mindig táncolt. Generally, when he sat down, he would talk about Krishna. Amikor leült, akkor általában beszélt Krishnáról. And laugh and cry and perspire. És nevetett és sírt és ízott. People saw this, they were attracted. És amikor az emberek ezt látták, akkor vonzódtak. Sose láttak semmi hasonlót. No one. It's not like an ordinary, just a farmer or someone walking on the road, some merchant, and all of a sudden along comes this person. Now again, here's this golden form, walking, dancing, chanting, Krishna, 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 hey, and all these ecstatic symptoms, and they're just out of nowhere. He's just behind this bull, and all of a sudden, here comes this person down the road. Nem olyan volt, mint egy közönséges farmer, közönséges mezőgazdász, vagy valaki ott helyi, hanem ez egy nagyon különleges dolog volt. Ott mentek a, nem tudom, az ökrükkel, és akkor egyszer csak meglátták ezt a jelenséget. Anyway, there's so much about ecstatic symptoms Chaitanya Charitamrita is full of. A Chaitanya Mahaprabhu extatikus szimptomáiról nagyon sokat ír a Chaitanya Charitamrita. Some of them are little, some of them are much. Some of them go into the stage of devastation. Bizonyos szimptomák azok egészen így a megsemmisülésig nyúlnak. Coming from the pores of his skin and so on. Mi jön a pórusaiból? Since devotees didn't like to see these, they were like really devastated to see that, and those are not something that I'm mentioning. Bakták, mivel ezt nem szerették látni, mert ez igazából így megsemmisítette őket, ezért nem fogom őket említeni. Here in this verse, Raghunath Das Goswami describes how he's biting his lips that eclipse the splendor of red banduka flowers, placing his left hand on his hip while waving his other hand high, and his hairs of his body erect as he dances in ecstatic love. Raghunath Das Goswami ebben a versben ezt a képet festi. So you can read the translation in Hungarian also. Tudjátok olvasni. This is eyewitness. Szemtanú. Eyewitness, and he's telling Kaviraj Goswami what he saw. És ő mondja el Kaviraj Goswaminak, hogy mit látott. That's it for ecstasies. Ennyit az extázisról. A person's demeanor is part of his ornaments and is part of his beauty. Egy személynek a megjelenése az része a díszeinek és a szépségének. What is he like? Milyen? Now there's a lot of good-looking people in the world today. Sok jó kinézetű személy él a világban ma. But their conduct, their personality doesn't always match their appearance. A viselkedésük és a személyiségük az nem mindig passzol a megjelenésükhöz. But now with Chaitanya Mahaprabhu we see this extraordinarily gifted person, and he's as beautiful inside as he is outside. De Chaitanya Mahaprabhu esetében egy olyan rendkívüli csodálatos szemét látunk, aki ugyanolyan gyönyörű belül, mint kívül. Except for the fact that he has neither outside nor inside. Persze, ne felejtsük el, hogy neki nincs belseje meg külseje. And his inside is the same as his outside. De a belseje ugyanaz, mint a külseje. But anyway, from our point of view, he's internally as beautiful as he is externally. Mindenesetre mi szemszögünkből nézve kívülről ugyanolyan gyönyörű, mint belül. So what are some of these characteristics? Mik ezek a jellemzői? Humility, determination, he gets angry, enthusiasm, gratefulness. Alázat, eltökéltség, düh, lelkesedés, hála. And obviously these qualities manifest in his facial expressions, they manifest in his gestures, in his bodily movements. És ez persze megnyilvánul az arc kifejezésében, a kézmozdulataiban, ahogy a teste mozdul. Actors, especially in if we're looking at the traditional Indian
drama, learn how to express symptoms of ecstasy by gestures. Hogyha színészeket nézünk, főleg a hagyományos indiai színjátszást, akkor a színészek megtanulják az extázist kifejezni különböző gesztusokkal. Their facial expressions, eyes, movement, because different ecstasies cause different things. Az arckifejezésükkel, a szemeikkel, a mozdulataikkal, mert a különböző extázisok másfajta mozgásra késztetnek. Now an actor imitates these. Tehát egy színész az imitálja ezt. Chaitanya Mahaprabhu is not imitating, he's doing. Chaitanya Mahaprabhu nem imitálja, hanem tényleg ezt teszi. And he is the origin of ecstasies. És ő az eredete az extázisoknak. So what do devotees experience? Devotees experience is just like what is the moonshine, what is the lotus flower, the lotus feet. His ecstasy, when he blesses devotees, devotees share a part of that ecstasy. Tehát mit tapasztalnak a bakták, ugye mi a lótuszvirág, mi a holdfény, hogy akkor ő megosztja ezeket az extatikus tapasztalatokat a baktákkal. And what Bhagavatam emphasizes, and I'd mentioned before, which is an important aspect of his beauty, is that he's human. És a Bhagavatam hangsúlyozza, hogy a szépségének az egyik aspektusa az, hogy ő emberi. Some people may come to this conclusion that he must be God. És valaki juthat arra a következtetésre, hogy ő bizonyára Isten. But for the most part, the effect, whoever he, however he's God, but he's in a human form. De az esetek nagy részében az a lényeg, hogy ő annak ellenére, hogy Isten egy emberi formában van. And he eats with us. Velünk eszik. And he sleeps on the ground. És a földön alszik. And he's walking on the same road that we walk. És ugyanazt az utat járja, mint mi. So it makes, it attracts people, it increases his attractive nature. És vonza az embereket, fokozza a vonzó természetet. Okay. Now up to now we've talked about beauty. Mostanáig szépségről beszéltünk. Now what is the effect of all this? De mi a hatása mindennek? So of course we've mentioned some of that. Van, amit ebből már említettünk. But this is part of Chaitanya Mahaprabhu's preaching. This is part of his preaching strategy. De ez Chaitanya Mahaprabhu prédikáló stratégiájának a része. Generally, it's part of his strategy when he comes. Általában ez a stratégiájának a része, amikor eljön. Whatever form he comes, even when he's coming as Lord Vamandev, Bali Maharaj was attracted by his beauty. Bármilyen formában is jöjjön el, még amikor Vámanadévként jött el, akkor is Bali Maharaj vonzódott a szépségéhez. When he comes as Lord Nrisimhadev or Lord Varaha, that's a little more difficult for humans to relate to. Amikor Nrisimhadévként jön, vagy Varahadévként, akkor az embereknek egy kicsit nehezebb viszonyulni. But in these other forms, Lord Ramachandra, his beauty is serving part of his mission. De a többi formájában, mint például az Úr Rámacsandraként is, a szépsége az szolgálja a misszióját. And in this case, his beauty is really on display. És ebben az esetben a szépsége az igazából látható. In other words, he's not like Krishna in Dvarka, available to the Yadus, or Lord Ramachandra in Ayodhya. He's walking along on the road. Nem olyan, mint Krishna Dvárakában vagy az Úr Chaitanya Ayodhyában, hanem kimegy és ott megy az úton. When Krishna would go from Hastinapur to Dvarka, you read in Bhagavatam, he'd have armies with him. Amikor Krishna Hastinapurból Dvárakába ment, akkor olvashatjuk, hogy hadseregek kísérték. There's no army. It's just hadsereg. Him and whoever else happens Csak to be ő with van, him. És aki esetleg vele tartott éppen. So this is part of his program to reclaim the conditioned souls. Tehát ez az ő programjának a része ahhoz, hogy visszahívja a feltételekhez kötött lelkeket. Now of course this is another topic, and thank you everybody for being so patient. És persze ez egy másik téma, és köszönet mindenkinek a türelméért.
out of all of Krishna's opulences, beauty is the foremost. Krishna összes fensége közül a szépsége a legfőbb. So Krishna has six main opulences. Krishnának hat fő fensége van. Aishwarya, Samagriya, Yasha, Virya, Jnana, Vairagya. So these six opulences, the Shri, this beauty is the most dominant. A hat fenség közül a szépség a legfőbb. Why is knowledge, how does knowledge become attractive? Mitől lesz vonzó a tudás? In other words, unless beauty saturates it, it's not attractive. Ha a szépség nem itatja át, akkor nem vonzó. Unless beauty saturates wealth, it isn't attractive. Ha a szépség nem itatja át a vagyont, nem vonzó. Beauty is the most essential feature. The Supreme Lord is beauty. A szépség a legfontosabb vonás, a legfelsőbb úr a szépség. You know, people like to say God is love. Van, aki szereti mondani, hogy Isten a szeretet. And he is. És tényleg az. And of course he's also loving. És persze szerető is. But God is also beauty. De Isten ugyanakkor a szépség is. Because remember, love and beauty are connected. Mert ugye beszéltük róla, hogy a szeretet és a szépség kapcsolatban áll és elválasztatatlan. Where there's love, there's beauty. Ahol van szeretet, ott van szépség. And where there's beauty, there's love. És ahol van szépség, ott van szeretet. On the spiritual platform. A lelki szinten. In the material world, that doesn't always come out. Az anyagi világban nem mindig. So, here you have a verse from Rupa Goswami. Itt van egy vers Rupa Goswami-tól. And we went past one of Lord Chaitanya's just go back again. We're just hopping back to his quality. Csak itt visszatekintve az ő tulajdonságára. And here was Lord Chaitanya, although he's pictured with a danda, but he doesn't have a danda anymore. Itt dandával ábrázolják, de nem volt dandája már. And Lord Chaitanya is exhibiting this real humility. He comes in to this big hall. És az Úr Chaitanya ezt az igazi alázatot nyilvánítja meg, bejött egy nagy terembe, ami teli volt szanyászikkal, akik ott ültek. And outside there they've got their shoes outside. És kívül voltak a cipőik. And after the shoes there's a place to wash the feet. És a cipők mellett van egy hely, ahol lábat lehet mosni. So Chaitanya Mahaprabhu comes in, he washes his feet. He offers his obeisances to the sannyasis. Chaitanya Mahaprabhu bejön, megmossa a lábát, a hódolatát ajánlja a sannyasiknak. And then he sits over there. És aztán odaül le. Now these are the same people who say he's got no arms, he's got no legs, he's got no body, he doesn't even exist. Ezek az emberek azok, akik azt mondják róla, hogy nincsen keze, nincsen lába, nincsen teste, nem is létezik. But Lord Chaitanya still offers his obeisances. De az Úr Chaitanya még mindig a tiszteletét ajánlja neki. And he shows his humility. He stays in a very unclean place, which is where the shoes are. Megmutatja az alázatát, és egy ilyen nagyon tisztátalan helyre ül le, ahol a cipők vannak. I'm not qualified. Azt gondol, hogy én nem vagyok képesített. They immediately become attracted by that. Number one was his humility. És ők meg azonnal vonzódni kezdenek először az alázatához. And these people are just obsessed with this Brahman. És a másik, hogy őket így lenyűgözi ez a Brahman. So Lord Chaitanya manifests his Brahman effulgence. Úr Chaitanya megnyilvánítja ezt a Brahman ragyogását. So finally they saw that he's really Narayan. Tényleg Narayan. So they figured he's realized. And we go on to the next. And here Rupa Goswami speaking about Krishna's beauty. Van ez a következő vers, ahol Rupa Goswami Krishna szépségéről beszél. He says, nothing is higher than his beauty, nothing can equal it. Azt mondja, hogy semmi sem emelkedhet fölé, és semmi sem lehet egyenlő vele. This is Krishna's, the king of Krishna's potencies and qualities. Ez Krishna potenciái, tulajdonságai közül a király. And that's why Jiva Goswami says this is his weapon. This beauty is his weapon. Ezért mondja Jiva Goswami, hogy a szépsége a fegyvere. I just want to clarify that it's not a masculine beauty. Csak szeretném ezt hangsúlyozni, hogy ez nem egy férfias szépség. Or the type of masculine beauty that just attracts women.
vagy nem egy olyan fajta férfias szépség, ami csak a nőket vonza. He attracts women. Vonza a nőket. Men. Férfiakat. Animals. Állatokat. Trees. Fákat. Stones. Köveket. At least it says stones. We haven't seen any pastime with stones going after a term, but he attracts everybody. Hát olvassunk erről, hogy a köveket is nem nincs leírva olyan kettelés, hogy a köveket mennének utána, de mindenkit vonz. Everybody's mind is attracted by Chaitanya. Mindenkinek az elméjét vonza Chaitanya Mahaprabhu. And it gets to the stage that sometimes it becomes it can be embarrassing in this sense. És el tud jutni egy olyan pontra, amikor már ilyen zavarba ejtő lehet ebben az értelemben. That Lord Chaitanya is sitting with his devotees. Úgy Chaitanya ott ül a baktáival. And he may be talking. És lehet, hogy beszél. And they're looking at him. És ők nézik. And they just look and look and they get so lost they start to stare. És csak nézik, és annyira egy elmerülnek, hogy bámulják. So you know what happens when someone's like staring at you. Milyen ez, amikor valaki így bámul téged? So that gets, you know, but how he's feeling, all these people all of a sudden start staring. És akkor milyen érzés lehetett neki, hogy ott vannak ezek az emberek, és így bámulják? And the other is that they, did you hear what I said? They didn't hear what he said. They just got so distracted by his beauty that they lost track of what's going on. Másik pedig ez, hogy hallottad, amit mondok, hogy így annyira elmerülnek a szépségébe, hogy nem is követik, hogy mit mond. So it's like a well. They just fall into this ocean of beauty and get completely lost. Szépség óceánjában, és teljesen elvesznek. What is the effect of the people seeing Chaitanya Mahaprabhu's beauty? Since that's what this is all about, we should talk a little about that. De mi a hatása annak, amikor az emberek meglátják az Úr Chaitanya szépségét, mert végülis ez a lényeg, erről kellene beszélnünk. When they see Chaitanya Mahaprabhu, it will depend, but they become attracted. That's the immediate thing. They become attracted to his beauty, means they become attracted to him. Tehát az elsődleges dolog az, hogy vonzódni fognak, hogy vonzódnak a szépségéhez, tehát vonzódnak hozzá. Then they want to become followers. És követők akarnak lenni. So Kurma Brahman said, Lord Chaitanya just stayed in his home one night. He said, I'm coming with you. Kurma Brahmana mondta, hogy az Úr Chaitanya csak egy éjszakát ott maradt ott vele, és mégis ez volt ez a hatás. No, he said, you stay here. Vele menni, és akkor az Úr Chaitanya mondta neki, just by seeing Lord Chaitanya, not by hearing him or hearing what he's saying, people immediately could understand what is dharma and what is adharma. Pont csak attól, hogy látták az Úr Chaitanyát, az emberek azonnal megértették, hogy mi a dharma és mi az adharma. They are seeing dharma in person. Személyesen látták a dharmát. Then by contrast, they immediately understand this is truth, and now I know what is on truth. És akkor így értették a kontrasztot is, hogyha ő az igazság, akkor most már értem, hogy mi nem az igazság. And by seeing Lord Chaitanya, people's enjoying spirit just disappeared. És az Úr Chaitanya látványától az embereknek ez az élvező mentalitása ez eltűnt. And the fourth effect is that they would be able to, after seeing Chaitanya Mahaprabhu, even if they didn't recognize him as the Supreme Lord. És a negyedik hatás az volt, hogyha tudták látni Chaitanya Mahaprabhut, még ha nem is ismerték fel, hogy ő a legfelsőbb úr. People, except for Mayavadis, it would take more than just seeing him. A Mayavadikon kívül, akiknek több kellett, mint csak But other people who didn't necessarily have a personal conception of God, they would immediately understand. Yes, God is a person. God has a form. Nem volt személyes istenképük, ők azonnal megértették, hogy igen, Isten egy személy. Because they were seeing God with the person with the form. Mert látták Istent személyként. But Lord Chaitanya didn't want him being addressed. Bár az Úr Chaitanya nem akarta, hogy így tekintsenek rá. But he empowered the people
that now when they understood the deity, they recognized, yes, this is not a statue, this is actually God. Így felhatalmazta őket, hogy megértsék, amikor a murtit látták is, hogy ez nem egy szobor, ez személyesen Isten. What happened to the animals in Jharkhand forest? Of course, we're not there yet. Mi történt az állatokkal a Jharkhanda erdőben? Ott még nem tartunk. They responded to Lord Chaitanya's chanting. Ők reagáltak az Úr Csaitanya éneklésére. But they also saw this beautiful form. De közben látták is az ő gyönyörű formáját. Animals respond to humans differently than humans respond to humans. Az állatok másképp reagálnak az emberekre, mint az emberek. But still, here's this impressive, beautiful person walking on this jungle path. De még mindig itt volt ez a csodálatos, gyönyörű személy, aki ment át a dzsungelen. Anyway, let's get to it when we get to it. Majd beszélünk róla, amikor odaértünk. The effect of seeing Chaitanya Mahaprabhu was also that people saw beauty personified. Amikor az emberek látták Chaitanya Mahaprabhut, akkor a szépség megszemélyesülését látták. That mean, and the effect was that there, we're always attracted to beautiful things. És a hatás az volt, hogy mindig vonzódunk a gyönyörű dolgokhoz. People lost their attraction to other things. Az emberek elvesztették a vonzódásukat más dolgokhoz. Because other things were no longer beautiful. Más dolgokat többé nem láttak gyönyörűnek. Here, now this became the standard. Ez lett a standard. And nothing compares to it. Semmi sem hasonlítható hozzá. So therefore people would become very detached because they would give up the pursuit of other beautiful things. És így az emberek nagyon elkülönültek lettek, mert már nem kezdtek el más dolgokat keresni. And the other backlash for Chaitanya Mahaprabhu. Egy másik ilyen visszahatás Chaitanya Mahaprabhuval. Is, you know, I mentioned that people would stare. Említettem, hogy az emberek így bámulták. I think when everybody's young, that's one of the things that you're taught by your parents. Don't stare. It's not polite. Gyerekkorunkban az egyik dolog, amit a szüleink megtanítanak, hogy ne bámulj, ez nem egy illendő dolog. But the people were, they're like hypnotized. It's not, I'm not staring. This person is hypnotizing me. De ugye nem az volt, hogy bámultak, hanem hipnotizálva voltak. And the other is that then they would just follow him. És a másik dolog az volt, hogy követni akarták. So there would be crowds who would follow és him. És akkor tömegek mentek Or when he went somewhere. So you read when Chaitanya Mahaprabhu comes to Navadvip, people literally tear down the house that he's living in. Erről olvasunk, hogy amikor Chaitanya Mahaprabhu Navadvipba volt, és akkor egy házba volt, akkor az emberek volt, hogy így lebontották szószoros értelmében a you házat, know, hogy Indians. Ismeritek az indiaiakat. They climbed the wall, there were so many of the wall collapsed. Felmásztak a falra, annyian voltak a falon, hogy összeomlott a fal. You know, and then they come to the window, looking in the window. Az ablakhoz, néznek be az ablakon. They're looking in the door. Az ajtón. But there was no window in those days, it was just the hole. Akkoriban nem voltak ablakok, csak so, egy luk volt. Ultimately, the only thing Lord Chaitanya could do was to come outside. És akkor végül az Úr Chaitanya csak azt tudta tenni, hogy kijött. So that was why Lord Chaitanya, when he came to Puri, he wanted a very secluded place. He said, get me away from people. És amikor Puriba jött, akkor ezért akart az Úr Chaitanya egy igaziból félelső helyen lenni, hogy csak valahogy távolítsatok el az emberektől. Now when he's traveling in South India, he didn't have that luxury. Mikor Dél-Indiába utazott, nem volt neki meg ez a luxus. What to speak of when he's sleeping on the road, the roadside. Nem beszélve arról, amikor az útszélén aludt. So, you know, you can imagine people coming up and standing around and Lord Chaitanya is waking up in the morning looking. Jönnek az emberek, és akkor ott bámulnak, nézik, amikor az Úr Chaitanya reggel felébred, ott körülállják. In the next verse, Shukadeva Goswami talks about the effect. It's a very, very wonderful verse. A következő versben Shukadeva Goswami beszél, nagyon gyönyörű vers. Hey, we're nearing the end, everybody, just hang on. És már közeleg a vége, tartsatok ki. Let me read this, it's so ezt nice. Ezt hagyj olvassam, mert olyan szép. We won't read it in Hungarian. So. Magyart nem olvassuk. The Supreme Personality of Godhead Krishna is the reservoir of all beauty. All beautiful things emanate from him, and his personal form is so attractive that it steals the eyes away from all other objects, which when seen, seem devoid of beauty in comparison to him.
When Lord Krishna was on earth, he attracted the eyes of all the people. When Krishna spoke, his words attracted the minds of all who remembered them. By seeing the footsteps of Lord Krishna, people became attracted to him, and thus they wanted to offer their bodily activities to the Lord as his followers. In this way, Krishna very easily spread his glories, which are sung throughout the world by the most sublime and essential Vedic verses. Lord Krishna considered that simply by hearing and chanting those glories, conditioned souls born in the future would cross beyond the darkness of ignorance. Being satisfied with this arrangement, he left for his desired destination. Beautiful. Gyönyörű. So he captured the vision of those who saw him. Vonzott a szemét azoknak, akik meg, akiket meglátták. He made speechless those who heard him. Elakadt a szava azoknak, akik hallották őt. Now generally people who can't speak also can't hear. Általában aki nem tud beszélni, az hallani sem tud. Anyway, this is according to commentaries. Ezt a magyarázatokban látjuk. So that means he made them both deaf and dumb. Vagyis így süket némává tette őket. And when they saw his footprints, then they lost all interest in material things. És amikor meglátták a lábnyomait, akkor elvesztették az érdeklődésüket minden anyagi dolog felé. So by seeing Krishna, people became materially blind, dumb, deaf and invalid. Tehát így Krishnát látva az emberek anyagi szempontból süketek, némák. When they saw Chaitanya Mahaprabhu. Tehetetlenek lettek, és amikor meglátták Chaitanya Mahaprabhut. And those who were attracted, the result of this attraction, és a vonzódás eredményeképpen, is that Lord Chaitanya in turn gives them pure devotion. Az Úr Chaitanya cserébe tiszta odaadással áldotta meg őket. People were wonderstruck. Az emberek így, hát így le voltak döbbenve. So they were shocked. Sokkot kaptak. When they saw him, they were like, I've never seen anything like it. Amikor meglátták, akkor hát ilyet én még nem láttam. Never seen anything so beautiful, never seen anyone so imposing, never seen anyone so sweet. Ilyen megjelenést, ilyen édességet. So never seen anybody dance like this or sing. Nem láttam sose valakit, aki így táncol. So, and I'm just unfortunately going through quickly. És sajnos így gyorsan megyek el. And no matter how much people looked, they were never satisfied. És bármennyit is nézték, az emberek sosem lettek elégedettek. It just increased their desire. Csak így fokozta a vágyukat. So in this way, materialistic people became free of all sinful reaction. Így a materialisták megszabadultak minden By looking at him, distressed people became happy. A szenvedő emberek boldoggá váltak. Pious people started to chant Hare Krishna. A jámborok elkezdték énekelni Hare Krishna. And devotees, they got love. És a bakták pedig szeretetet kaptak. So Lord Chaitanya took sannyas to get respect. Az Úr Chaitanya azért fogadott el sannyas, hogy tiszteletet kapjon. But actually, when people saw him, de igazából, amikor az emberek meglátták őt, they would immediately offer obeisances. Azonnal a hódolatukat ajánlották. Sanyasi or not, sanyasi vagy nem, it didn't matter, it nem was számított. Just the effect of his presence was so imposing that it just, there's one of these English musician, I don't know if you heard that song, Bow Down, Mister. Tehát a megjelenésének olyan nagy hatása volt, nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a dalt. Anyway, it's about what happened to that musician when he came to Radhakund. Ez a zenész, amikor eljött a Radhakundhoz. So he had to bow down. Le kellett borulnia. So when they saw Chaitanya Mahaprabhu was bow down, mister, doesn't matter who you are. Akkor ez volt, bow down, mister, borulj le, mister, uram, so, nem számít, hogy ki vagy. And people became attached. They became attached to his beauty, attracted them, and therefore their affection grew. És így az Úr Chaitanyának a szépsége vonzotta őket, és ez fokozta a szeretetüket. I'll just go through them quickly, and then we're finished. There are just here are some 8 quick examples of how Lord Chaitanya's beauty affected different people.
Csak ezzel fogjuk befejezni, hogy említek 8 szemét, akikkel kapcsolatban azt hangsúlyozom, hogy az Úr Csaitanya szépsége milyen hatással volt rájuk. When Lord Chaitanya came to Varanasi and he was staying at Chandrasekhar's house. Amikor az Úr Csaitanya Varanasiba ment és Chandrasekhar házában lakott. That Brahman who would invite him to defeat the Mayavadis. A Brahmana, aki meghívta, hogy győzze le a Mayavadikat. Kaviraj Goswami says he used to come every day just to see Lord Chaitanya. Kaviraj Goswami úgy írja, hogy eljött minden nap csak azért, hogy láthassa az Úr Csaitanyát. He didn't have anything to say. He would just come back just to see. Nem volt semmi mondani valója, csak jött, hogy újra és újra láthassa. So he says he was just astonished to see his beauty. Lenyűgözte a szépsége. He came. He knew Chandrasekhar, so he came when Lord first time and he saw Lord Chaitanya. Jött, ugye ismerte Chandrasekhart, és akkor először meglátta az Úr Csaitanyát. I couldn't believe it. Nem tudta elhinni. I've never seen anybody like that. Nem láttam ilyet, és még sosem. So he went back. Akkor elment. He says, I have to see it again. És akkor ez volt, hogy hát megint látnom kell. So every day he'd keep coming just to see Lord Chaitanya. Minden nap jött, csak hogy láthassa az Úr Csaitanyát. He didn't say anything, he didn't ask anything. Nem mondott semmit, nem It was only finally semmit. He decided to invite the Mayavadis, then he asked Lord Chaitanya to come. Aztán, mikor végül úgy döntött, hogy meghívja a Mayavadikat, akkor megkérte az so Úr Csaitanyát. He was one of the people that would just come and just... Ő volt az egyike, akik így jöttek és csak nézték. Just wanted to see. Akarták látni. And when the Mayavadis saw, and they saw his effulgence, of course that was sort of a manifestation of divinity. Amikor a Mayavadik látták és látták a ragyogását, persze ott az istenségéből is nyilvánított. But it says when they saw his beauty, then they immediately think, well, he must be fully Narayan realized because he looks like Narayan. De amikor meglátták a szépségét, akkor azt mondták, hogy hát ő biztos, hogy Narayan megvalósított, mert úgy néz ki, mint Narayan. First they thought he was like Narayan. Először azt gondolták, hogy úgy néz ki, mint Narayan. Then later on, they came to the understanding. No, actually, he is Narayan. És aztán később jutottak arra a megértésre, hogy ő bizonyára maga Narayan. When Sarvabhauma Bhattacharya saw Chaitanya Mahaprabhu when he came in to the temple and he fell down. Amikor Sarvabhauma Bhattacharya meglátta az Úr Csaitanyát, hogy bejött a templomba és a földre esett. And he fainted and he was showing this ecstatic symptoms. És elájult és nyilvánított az ecstatikus szimptomákat. So. And you know the guards wanted to do something. És akkor az őrök akartak valamit csinálni. And Sarvabhauma came and he looked. És jött Sarvabhauma és nézte. I mean he's the prime minister, so he's got other things to do than take someone who faints in the temple to his house. Tehát ő volt a miniszterelnök, van más dolga is, mint hogy egy templomban elájult embert a házába vigyen. But he saw Lord Chaitanya's beauty. And látta az Úr Csaitanya szépségét, ecstatic symptom, ecstatikus szimptomáit. He wanted to see more. Ő is akart többet. He wanted to know who is this person and where is he from. Akarta érteni, ki ez az ember is. Lying here, and then if he's lying, then he's like, then he's more than 7.5 feet tall. És ott feküdt és több mint 7 és. Can imagine how many of those little Orions it took to take him out. Hány kis orisszai kellett ahhoz, hogy kivigyék. Of course, the guards are big. They're the ones who carry Jagannath. Persze az őrök általában ilyen nagyobb darab emberek. And Balabhacharya, he was a devotee. És Balabhacharya egy bakta volt. And he met Chaitanya Mahaprabhu in Prayag. Soon as he saw Lord Chaitanya, he's Krishna. The only difference is his complexion. Amint meglátta az Úr Csaitanyát, rögtön gondolta, hogy na ő Krishna. Az egyetlen dolog, amiben más, az a testszíne. No human being has this beauty. Nincs emberi lénynek ilyen szépsége. This is only possible for Krishna. Ez csak Krishnában lehetséges. In the priest, when Lord Chaitanya was doing parikrama of Govardhan Hill at the Haridev temple. Amikor az Úr Csaitanya parikrama csinált a Govardhan hegynél és ment a Haridev templomba. When Lord Chaitanya came and walked in and saw Haridev, and then Lord Chaitanya stayed there for 3 days. Besétált és aztán ott maradt 3 napig. He was like astonished. They're like,
set back, you know, there's like pap, az teljesen le volt döbbenve. What is this? It's something like out of a whole, you know, it's like a virtuál reality. All mint of a sudden this whole new dimension. Hirtelen egy ilyen teljesen új dimenziót árul fel. And the same thing was with this Krishnadas who took Lord Chaitanya on parikrama of Braj. És ugyanezt történt Krishnadassal, aki Vraja körül vitte az Úr Chaitanyát parikramára. I'd wanted to describe the pastimes, but we don't have that much time. El akartam mesélni a keszterés, de most nincs rá idő. But he was also, he was just astonished. He's a Brijbasi. De ő is így le volt döbbenve, he's actually a panda, that was his thing, taking people on parikrama. Panda volt, ez volt a dolga, hogy parikramára viszi az embereket. So his whole life was talking about Krishna. Az egész élete arról szólt, hogy Krishnáról beszélt. Then and how he came across Lord Chaitanya is the Lord Chaitanya came into Vrindavan, he fainted. És akkor úgy találkozott az Úr Chaitanyával, hogy az Úr Chaitanya eljött Vrindavanba és elájult. He was on parikrama. Ő meg parikramán volt. So he's walking on parikrama, and all of a sudden, right in the middle of the road, and just coming in through the south part of Braj, here's this huge person lying on the road. Mész parikramán, és akkor itt a déli részén Brajában ez csak ott fekszik az úton keresztbe egy ilyen egy hatalmas személy. So he already. He immediately he became just so overwhelmed. This is the same person I'm talking about all the time. És akkor ő rögtön észlelte, hogy na ez a személy, ugyanaz a személy, akiről állandóan beszélek. When we do parikrama, if we ever get around to Lord Chaitanya's parikrama of Vrindavan, then see that it's different places Lord Chaitanya would manifest as Krishna. Hogyha valaha eljutunk odáig, amikor az Úr Chaitanya parikramázott, akkor látjuk, hogy az Úr Chaitanya különböző helyeken megnyilvánította magát, mint Krishna. He just told them, he says, but don't say anything to anybody. És akkor mindig mondta azoknak, akik ott voltak, hogy ne mondjatok senkinek semmit. And although Prakashananda, it was quite interesting, Prakashananda first accepted Chaitanya Mahaprabhu like, oh, well, he's just like Narayan. És Prakashananda először úgy fogadta el Chaitanya Mahaprabhut, hogy hát ő olyan, mint Narayana. And Lord Chaitanya defeated their philosophy. És az Úr Chaitanya legyőzte a filozófiájukat. So, the honest, what we get is a abbreviated version of the discussion that takes place. És igazából amit mi kapunk, az egy rövidített változat ennek a beszélgetésnek. Because these people know Shastra. Mert ezek az emberek ismerik a Szentírást. And you know they would be debating. És vitatkoztak. Now usually when people went to debate, they would have their books. Általában, amikor az emberek mentek vitázni, akkor voltak náluk könyvek. I mean, they would memorize things, but they would also have their books. Sok mindent memorizáltak, de voltak könyveik is. I think with Madhvacharya, that was part of one of the schemes that they would call him for, challenge him to a debate, and steal the books so that he couldn't argue. Azt hiszem, hogy ez Madhvacharyával történt, hogy find his references. Elhívták vitatkozni, és ellopták a könyveit, hogy ne tudja megtalálni a hivatkozásokat. Of course, they also didn't realize that Madhvacharya didn't need books to refer to. Persze nem realizálták, hogy Madhvacharyának nem volt szüksége könyvekre ahhoz, hogy hivatkozni tudjon. And sometimes he would quote some books. Volt, hogy idézett egy könyvből. And they said, where's that from? És akkor kérdezték, hogy and ez honnan say, van? And he'd say, it's such and such shastra. És akkor mondta, hogy ebből és ebből a sászrából. I never heard of that. Ezt én még sose hallottam. No, it's existing on another planet. Ez egy másik bolygón létezik ez a sászra. Well, how do you know about it? És ezt honnan tudod? Anyway, that's not your worry. So same thing, Chaitanya Mahaprabhu, he was, you know, he just walked in for lunch. Chaitanya Mahaprabhu csak így besétált ebédre. And Lord Chaitanya didn't travel around with him with any books. És az Úr Chaitanya nem utazott könyvekkel. He was the books. Ő volt a könyv. He's the books on this planet, other planet, every planet. Ő maga az összes könyv, ami ezen a bolygón van, és a másik bolygón, és a harmadik bolygón. So Sarvabhauma Prakashananda, when Lord Chaitanya started to talk, Sarvabhauma he said, who knows all these things? Prakashananda, amikor hallották, hogy az Úr Chaitanya elkezdett beszélni, akkor csak így néztek, hogy ki az, aki ennyi mindent tud. And who can explain them in such a simple way? És ki tudja ilyen egyszerű módon el is magyarázni? So, but the second time Lord Chaitanya was
at the Bindu Madhava temple. Amikor másodszor volt az Úr Csétanya a Bindu Madhava templomnál. Dancing. Táncolva. And Prakashananda and his disciples happened by. És Prakashananda és a tanítványai arra jöttek. When he saw, because when Lord Chaitanya came in, all they did was they saw him and they debated with him. Mert amikor az Úr Csétanya megjött, akkor csak annyi volt, hogy meglátták és vitáztak vele. Now they saw him dancing. Most viszont látták táncolni. And heard him chanting. This is what they were complaining about. That he's just a sentimentalist. Erre panaszkodtak, hogy ő csak egy szentimentalista. They asked him, what are you doing with all these sentimentalists chanting with him? Mit csinálsz ezekkel a szentimentalistákkal? Now when they saw him dancing and chanting, just to see Lord Chaitanya dancing and chanting, then Prakashananda said, no, he's not like Narayan. He is Narayan. De most, amikor látták az Úr Csétanyát táncolni és énekelni, akkor Prakashananda azt gondolt, hogy nem, ő nem olyan, mint Narayan, ő maga Narayan, és ők is elkezdtek táncolni. So one thing is that they were defeated, another thing is they started to dance and chant. Az egyik dolog, hogy lelettek győzve, a másik, hogy ők is elkezdtek táncolni. So Lord Chaitanya's love and beauty. Tehát ez az Úr Csétanya szeretete és szépsége. But the last thing. With his beauty, he spread his own glories and he fulfilled his mission. És a szépségével terjesztette a dicsőségét és a misszióját. What about us? Na és mi van velünk? They saw. Others saw. Ők látták, mások látták. But we didn't see. De mi nem láttuk. Or at least, if you did, either you're hiding it or you forgot it. Vagy hogyha láttátok, akkor vagy elrejtitek, vagy elfelejtettétek. So, but the Chaitanya Mahaprabhu's blessing and potency, and that's also present in this verse of Shukadeva Goswami. És Chaitanya Mahaprabhu áldásának, potenciának az erejeit látszik Shukadeva Goswami verséből. That just by hearing about Chaitanya Mahaprabhu's beauty, hall Chaitanya Mahaprabhu szépségéről, you get the same benefit as by meeting him directly. Ugyanazt az áldást lehet elnyerni, mint amikor valaki szemtől szembe találkozik vele. And those who hear about this, they will become free from ignorance. They will develop attachment. Hallanak róla, azok megszabadulnak a tudatlanságtól, ragaszkodást fejlesztenek. And whatever benefit all these other persons got by meeting Lord Chaitanya, you can get just by hearing about it. És minden más áldást, amit valaki elnyerhetett azáltal, hogy találkozott az Úr Csétanyával, el lehet nyerni pusztán azáltal, hogy hallunk róla. Hear about Krishna is no problem. There's half of the Bhagavatam is about Krishna. Hallani Krishnáról nem probléma, fél Bhagavatamról. So many shastras is about Krishna. Annyi szentírás szól Krishna. Lord Chaitanya is chana, he's hidden. Úr Csétanya, ő csana, ő rejtett. So therefore Lord Chaitanya empowered his followers. Ezért az Úr Csétanya felhatalmazta a követőit. And that's why he would say, don't say anything afterward. Úr Csétanya mondta az ott lévőknek, hogy na most nem mondjatok senkinek semmit, majd később. So these Chaitanya Mahaprabhu therefore empowered his followers to also write about him. És az Úr Csétanya így felhatalmazta a követőit, hogy írjanak róla. And so people could actually cross over the ocean of birth and death just by hearing about Chaitanya Mahaprabhu's beauty and pastimes and activities. És így felhatalmazta őket az Úr Csétanya, hogy mások tudjanak hallani az ő szépségéről, kezdeléseiről. So as Bhagavatam says, these descriptions, they're like a boat. You get in that boat and you cross the ocean of material existence. És a Bhagavatam azt mondja, hogy ezek a leírások olyanok, mint egy hajó, és felszállsz erre a hajóra, akkor át tudod szelni az anyagi létet. Hare Krishna. Hare Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Now to those of you who sat through the last 3 hours, thank you so much. Azoknak, akik végigültétek ezt a 3 órát, nagyon szépen köszönöm. And we'll look forward to seeing you again next week. És várjuk, hogy újra találkozzunk jövő héten. We've yet to go to Tirupati and on south. Megyünk Tirupatiba és tovább délre. And so we're chanting. És akkor éneklünk.
Krishna, 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 Hare. Hare Krishna, 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 Hare. Hare Krishna, 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 Lakshama. Krishna, 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 Pahima. Hare Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshama Rama Raghava Rama Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahima Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahima Anytime, go.